Sziasztok, Nagy Kornél vagyok, ez pedig a Wolverine Training System Podcast. Végre egy teljes értékű adással jelentkezünk. Itt van velem újra Jani. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és boldog új évet. Kihasználom ezt a lehetőséget, hogy mindenkit fel tudjak köszönteni. <laughs> Igen, boldog új évet mindenkinek, aki nem ismerne, ugye, Nagy János nagy János Rajmun. Egy-két eredményt mondj, légy szíves. Már tudom, hogy volt egy podcastünk, amiben elmondtad őket, de csak tényleg nagyon röviden, hogy aki most csatlakozik be, az, az képbe kerüljön egy picit. Hú, hát ö, most igazából volt egy, ö, egy év kihagyásom, szóval ezek, ezek még a fénykorombeni eredményeim. A legjobb googleásom az 352 fél volt, a legjobb nyomásom 225, a legjobb felhúzásom pedig 375. A legjobb összetettem pedig mínusz 110-ben volt, 940, ez a Kern US open volt 2019-ben. És ezeket RAV-ba uh, csináltad, ugye? Uh, igen, térbandázsral. A, a klasszik RAV-nak, mondjuk azt, mikor ugye ki kell sétálni a súlyjal, én nem vagyok ilyen nagy monolift párti, a kisétálás sokkal jobb volt, ugye? Uh -huh. Az volt egy 350-es guggolás. Uh -huh. De akkor te is úgy vagy hogy ezt a RAV erő emelést ezt be kéne tiltani, nem? Ja, a, kant, a, a kantáros ruhát mindenképpen sokkal izgalmasabb lenne, többen néznék. Igen, az Jó. biztos, az biztos. Jó, uh, oké, okay, tehát akkor én azt szoktam mondani egyébként, hogyha valakivel rólad beszélgetek, uh, szoktam ilyet, akkor mindig, mindig uh -huh. azt mondom, hogy... Csuklik anyám. Igen. <laughs> mindig, elmondom, hogy talán a legsikeresebb erőemelő vagy ebben az országban, és akkor úgy nagyjából úgy el tudnak, el, tudnak, helyezni, így a legtöbben. Úgyhogy akkor talán a legtöbbeknek ezt, ezt, ezt mondanám így a beszélgetés elején, hogy úgy el tudjanak téged helyezni a nagyvilágban. Hát, Mennyi, jó, mennyire értesz ezzel egyébként egyet? Legsikeresebb? hát, hát Uh, inkább azt tudom elmondani, hogy uh, végül is sikeres vagyok. Igen, tehát amióta csinálom az erőemelést, azért töretlen uh, fejlődésem volt. Nagyon sok helyre eljutottam, és uh, úgy világviszonylatban sem rossz az eredményem. Nem azt mondom, hogy jó, mert ugye évről évre jönnek felfelé az emberek, de azért ott, ott mondjuk, ha csak a mínusz 110-es kategóriát nézem, akkor ott uh, nem tudom, világviszonylatban így az all-time listán fogalmam sincs talán, még, még talán a top 60-ban benne vagyok, ami uh -huh. nem, nem, nem mondom, hogy rossz. Hát egy uh, kicsi országból talán abszolút nem. Igen, itthon, itthoni viszonylatban, uh, magyar viszonylatban pedig, uh, természetesen nem én vagyok a legjobb erőmelő számok meg pontok alapján, uh, viszont talán a legtudatosabbnak mondanám magamat, meg a legtöbb versenyt megjárnak, megjártnak, uh -huh. de semmi se a leg, legjobbnak, főleg nem a magyar uh, múltat nézve. Tehát a gyárva Istvánhoz képest, ugye, senki se jó. Tehát, hogy, hát, uh, az, azért az az ezt le, le kell szögezni, szóval, szóval, ja, így nagyjából ennyi. Uh -huh. Egyébként mai aktív versenyzők közül tudnál, tudnál még egy-két nevet mondani, egy-két érdekeset? It Itt honról, akiket érdemes lehet esetleg követni, érdemes figyelni a munkájukat, szerinted? Hát, akinek én azt mondom, hogy érdemes figyelni a munkáját, ők nem használnak közösségi médiát. Uh -huh. Hát igen, egyébként ez, ez kicsit uh, hozzátartozik -e ez a dologhoz, hogy uh, hogy, uh, hogy hogy mondjam. Az erőmmel is eleve egy szűk közösség, eleve kevés, kevés ember űzi, és uh, amikor mondani kell egy, egy nagy nevet, akkor azért a mai világban azért nem hátrány, hogyha az ember így, az ember így megmutatja magát, hogy tudják, hogy létezik. Tehát, hogy ezért azért ez. Hát, meg tekintettel arra, hogy, hogy akit érdemes követni, azért, azért itt komoly pontokat kell leszögezni. Tehát olyan ember, akit szívesen nézel, mert vicces, és erről mert olyan van. Az biztos. Esetleg dekoratívabb lányok, olyanok is van. De olyanok, olyan, aki olyan aki át is ad valami tényleges, hasznos információt is, és még mellette jó eredménye is vannak, ne találtál, hogy esetleg élvezettel nézzük a liftjeit, azt a számot elég komolyan leredukálnám azért. Hát igen. <laughs> <laughs> igen, szóval ez a kettő, ez nem mindig el együtt, nem mindenkinek van minden energiája, de hát e, úgyis általában mindenki megtalálja a saját közegét, meg igazából céljának megfelelő embereket, de hát én is, meg mint sok mindenki, inkább, inkább külföldi liftereket néz. Uh -huh. uh, egyébként szerintem eleve egy ilyen furcsa, uh, faramuci helyzet az, hogy rengeteg sportolótól, főleg ugye ma már elvárják azt, hogy kicsit ilyen ilyen celebb legyen, tudod, tehát hogy hazaérkeznek az olimpikonok, és akkor már egyből oda dugják a mikrofont, és akkor mondjon valami vicceset, valami frappásat, és ez szerintem abszolút nem elvárható. Tehát, hogy egy sportoló az nem, nem egy ilyen, nem feltétlen egy vicces személyiség, meg nem feltétlenül tartalomgyártó, tehát, hogy kicsit furcsa, hogy milyen követelmények vannak ilyen, ilyen szempontból. Hát áthelyeződik a, a világ szép az online térbe. Lassan mm. már mindent ott bonyolítanak, meg bonyolítunk mi is. És euh, sajnos tényleg nem szabad elfelejteni, hogy korábban még a sportolót az eredményei alapján rangsoroltak most meg euh, azok alapján, hogy hogyan el magát a közösségi médiában. De hát ezzel meg nem tudunk mit kezdeni, mert a, a társadalomnak erre van igénye. Ha nem lenne igény, erre nem csinálnak. Tehát... Ja persze, persze, meg hát nem, ez csak egy ilyen, kiemeltem, hogy ez milyen egy ilyen kis Furcsa helyzet manapság, de ez nem egy ilyen bumerkedős műsor akar lenni, ahol minden, ja. minden ami, ami régen volt jó volt, most meg minden rossz. Rá is kanyarodunk igazából a fősodorra. Korábban felraktam, hogy kérdezzenek tőled, és beérkezett jó pár uh -huh. kérdés. Itt kezdeném egy olyannal, amit szerintem lehet akár, lehet akár hosszabban is fejtegetni. Ez pedig valahogy úgy hangzott ez a kérdés, hogy már ugye az előző podcastünkre, meg úgy általánosságban az erőemeléssel kapcsolatos podcastekre reflektálva, hogy az a probléma, hogy nem adunk át konkrétumokat, a konkrétumokban pedig konkrét számokra, számokra lennének kíváncsiak, mint mint volumen, mint átlagintenzitás, stb. 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 tekintetében. Én azt gondoltam, hogy talán egy legelsőre erről beszélgethetnénk egy picit, hogy, hogy egy, egy, ilyen podcastben ezt, ezt, miért nem tudjuk megtenni? Hú, hát ezt azért nem tudjuk megtenni, mert ha mindenkire működne egy általános séma, akkor nem lenne szüksége az embereknek, edzőkre. Tehát hát, igen. Felvázol, igen, felvázolhatunk egy ö, csapás vonalat, az tíz, embernek, tíz emberből kilencnek más lesz, és talán egy valaki ö, megközelítőleg jól reagálna rá. Tehát aki ilyet kérdez, az, az nem biztos, hogy ö, kísérletezik saját magán, vagy nem biztos, hogy figyeli a környezetét, meg a változásait a testének, vagy a körülötte lévő emberek. Ö, fejlődését nem, nem úgy követi. Úgyhogy nagyon nehéz konkrétumokat átadni, de átadhatok, átadhatunk, vagy bárki is, belediktálhatom a saját edzéstervemet, és nem feltétlen biztos, hogy ez működni fog. És pont ennek kapcsán nagyon sok érdekes dolog van, az, hogy ugye életkornak megfelelően mennyit érdemes, hogy mennyit kell edzeni. Ugye nyilván, ha most valaki feltesz egy ilyen kérdést, konkrétan neki tudok, tudnánk válaszolni, de nem minden embernek. Uh -huh. uh, igen, igen. És uh, tehát, hogy rengeteg olyan edzésterv van az interneten, hogy beírom, hogy én, én póverezni akarok, vagy testépíteni akarok, uh -huh. vagy bármit akarok, és jobbnál jobb tervek elérhetők, ami egy átlag embernek jó. Tehát ha te egy pont egy átlag ember vagy, akkor az nekem ja. működni fog, akkor, akkor, ránk gyakorlatilag nincsen szükség, csak az a baj, hogy még nem találkoztunk átlag emberekkel. Tehát, hogy ez, ez igazából a, a fő probléma. Tehát elmondhatunk itt, mert ugye azt szokott a választani, hogy hát nem a te terved érdekel, hanem átlag dolgokat mondja, ezek az átlag dolgok pedig megtalálhatók az interneten az átlag tervekben, tehát a, amit pont ilyen töltsd le a, az 5 hetes nem tudom mimet, és megváltozik az életed, meg csatlakozz Igen. a 12 hetes challenge ahol megkapja mindenki ugyanazt a tervet, és garantáljuk, hogy jó lesz. Tehát, hogy ezek mind ugyanolyanok. Hogy igazából nincs erre szükség. Hát azért, azért terjedtek el, mert ö, mondjuk ha csak egy guggolást veszünk alapul, ha valaki bejuti, hogy erről emelő googleás edzést, tehát most kiad neki egy Wendlert, vagy egy bármi más, tök mindegy. Na most, uh -huh. ha az emberünk tételezik fel, hogy tényleg egészséges. Jó, nem sok ilyen van, aki egészségesen le tud első próbára. De mondjuk, neki ki úgy nézett ki a lábedzés, hogy végpróbált az összes gépet, a, uh -huh. a, és a nyakában nem volt még súly, de lehet, hogy még egy szabadsúlyos kitörést, vagy egy serlegúvalást sem hajtott eddig végre, de szépen végigment az összes gépen, ami létezik, és akkor utána az van, hogy figyelj, innentől kezdve heti kétszer vagy háromszor fogsz googolni, és jé, meg fog lepődni, hogy hát jobb lesz a gugolása, Mondjuk 5-6 hét múlva. Igen, csak aztán meg majd akkor megállunk megint az edzést, meg elő fognak jönni azok a problémák, amik vagy kivitelezésből, vagy genetikából adódóan, amiket magától nem fog tudni megoldani. Szóval így, így terjedtek el ezek a tervek, és igen, egy része ezen a szinten működik, aztán így vége a dalnak. Hát Dan mondta, hogy 6 hétig ugye minden működik. Én, én azt vettem észre, hogy itt az erőemelő fogás, nem hogyha valaki csak ugye az internet által belecsap, akkor gyakorlatilag az első sérülésig, az első nagyobb sérülésig működnek, amik, ami szerintem olyan átlagban olyan 3-6 hónap környékén szokott beütni ez a nagy nagy ö, általánosság, hogyha valaki tényleg progresszíven viszi fölfelé és tényleg nincsenek egyben azok a, azok a mozgások, és akkor ott megtörik ez a lendület, és valahogy ö, valahogy sose lesz, sose lesz az igazi addig, ameddig bele nem, bele nem nyúlnak, és gyakorlatilag az alapok nincsenek, ö, nincsenek utólag hozzáépítve ez a történethez. Hát igen, meg ez az alapok is egy nagyon, ö, nagyon széles ö, fogalom. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy hát azért le kell, hogy tudjál mélyre googolni, mindenféle segítség, vagy segédeszköz, vagy bordásfal nélkül. Mm -hmm. Természetesen mi ezt az erőemelésben alapoknak vesszük, de, de máshol nem ezek az alapok. Tehát, hogy tényleg, ha egy, ha egy birkózót megnézünk, egy súlyemelőt, meg mondjuk egy testépítőt, hanem az erőemelőket vegyük, ott mindenkinél más jelent egy teljes értékű googolás. Mondjuk a testépítő, eset, es, hát rosszabbik esetben soha meg se próbálja, mert minek? A súlyemelőnek, meg hát úgy, a földön alszik, úgy kell fel a vécéről, hogy, hogy le van googolva. Tehát, hogy. Uh -huh. Ja. Az a baj, hogy a, hogy a fogalmak is egy kicsit elcsépeltek, és, és itt, itt azt gondolom, hogy mindenki szükség van egy olyan emberre, aki, aki megmondja, hogy hogy minek is kell valójában rendben lennie, mi az az alap, aminek rendben kéne lennie. Mert ezt talán mondtam az előző beszélgetésünknél is, hogy az erőemelés, tehát az egy olyan dolog, hogy a leges legjobb gyakorlatok, de ha rosszul végezik őket, a legrosszabbak. Igen, és ezt nagyon szem előtt kell tartani. Abszolút. Tehát tényleg az, hogy elképesztő fejlődést lehet általuk elérni, gyakorlatilag nagyon gyorsan, mert tényleg egy. Ezt a kis potmétert ezt annyira föl lehet tekerni vele, hogy elképesztő, csak ugyanez, ugyanez nagyon át tud csúszni abból, hogy a sérüléseket halmozza az ember az erő meg az izom tömeg helyett, vagy, vagy mellett, aztán egyre inkább csak helyett. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ren Rendkívül effektívek ezek a mozgásminták, én úgy szoktam, úgy szoktam fogalmazni, és nem mindegy, hogy ezt, ezt mire mire használjuk fel, és ez gyakorlatilag a kivitelezésen fog egy egybe eldőlni. Meg persze valamennyire a load management fog még számítani, de azt gondolom, hogy az, az, a, az, a, az a kisebb ebben a dologban. Így van. Mm, nézzük akkor a következő kérdést. Az teljesítményt fokozó, illetve regenerációt elősegítő, elősegítő szokásokról, termékekről. Erről egy picit, hogyha beszélnénk, az jó lenne. Hmm. Uh, ugye hát az erővelés is, és még minden sport uh, lemondásokkal jár. Na most, uh, most, ha tényleg csak a legalapvető dolgokat nézzük, vegyük ezt az alvást. Uh -huh. ugye aludni muszáj, aludni kell. Na most az, hogy uh, ha szeretnél fejlődni, akkor legalább, hogyha sportoló vagy, ezt a, ezt a 8 órát mindenképpen uh, meg kellene aludni, vagy hát legalábbis uh, meg kellene próbálni megaludni. Na most itt, itt, megint jön a kérdés, hogy valójában áldozata -e az, hogy lefeksz és uh, kipihenten ébredsz? Tehát uh, ezen gondolkoztam pont a minap, hogy, hogy, valójában ezek, ezek nem is biztos, hogy áldozatok, hanem a, szimplán az egészséges életünk működését fogja eredményezni, hogyha mondjuk csak kipihenjük magunkat. De, hogy, hát igen. Ö, igen, le, le, lehet, tehát, hogy igen, így is eszembe jutott, hogy, 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 hú, hát mekkor mennyi áldozattal jár lefeküdni időben, mit tudom én. Persze, mikor, mikor 12 évesek vagyunk, és néznénk a mesét a tévébe, akkor áldozat. De hogyha felnőtt emberek, hát sokan örülnek, ha le tudnak időben feküdni. Abszolút. De ugye én azt tartom a legfontosabbnak, hogy uh, aludjunk eleget uh, minőségileg, és nem csak az edzés miatt. Ö, aztán itt bel lehet menni nyilván az alvásnak a, a módszereibe, hogy hogyan tudunk jobban, hogyan tudunk mélyebben aludni, hogyan tudunk ö, még kipihentebben éberedni. Esetlegesek gépek vásárlása nélkül, gondolok itt a cpap például, uh -huh. vagy egyéb eszközök, hogy mondjuk horkolásra hogy be tudjuk rogasztani a szánkat. Akkor vannak ilyen, ilyen orjuk, tágító gyűrűszerűségek, ilyen kis kupok, amiket fel lehet tenni, az is inkább a horkolás ellen van, mármint az orrodban, de hogy ö... Ö... tehát az alvást emelném ki elsősorban a leges, leges, legfontosabbnak, és ez nagyon snasz, tudom, hogy nagyon snasz, meg tudom én, nem de... menő, nem menő, de nem menő, nem, nem. nem, tehát, hogy egyszerűen, egyszerűen ez annyira egyszerű, és majd később szerintem beszélni is fogunk erről, hogy hogyan néz ki egy ideális edzésterv, vagy hogy, vagy hogy hogy kellene ezt tényleg abszolválni így a való életbe, de sajnos az leges, legfontosabb és az első, ez az alvás, tehát aludjunk. A második, ami ilyen, ilyen tök egyszerű és kézzelfogható, az a folyadékfogyasztás. Egyszerűen ígyunk sok-sok vizet. Ezt most nem kell annyira a érteni, én, én tartom magam ez a tesszű kilogramm, tehát 20 kilogrammonként egy liter vizet. Na már most, hogyha én például ugye csak ásványvizet iszok, és akkor el el elmegyek boltba, és akkor veszek, viszont euh, nagyon fontos megnézni, hogy mi van a vízben, és ez talán azért is lehet érdekes, mert mostanában az a módi, meg az a divat, hogy az összes ásványvíz nátrium csökkentett. Na most ez senkinek se jó. Euh, Megiszod, átfolyik rajta, és gyakorlatilag egy állandó kiszáradt állapotban vagy, az alacsony nátriumtartalmú ásványvizek miatt, és nem biztos, hogy sózottál annyira azt az ételt, hogy ezt pótold. És itt is lehet, egy kicsit enerváltak, kicsit, kicsit, kevésbé, hogy mondjam, kevésbé teltek az izmaid lehetnek ettől. Úgyhogy erre nagyon érdemes figyelni. Uh -huh. amit, amit én még mondanék, és már, és már nem, talán nem a SNASZ kategória, az aktív regeneráció, a regeneráció no. akkor, akkor történik a testünkben, hogyha a vér az problémamentesen tud áramolni a testünk minden pontján, a a fülcimpáig, vagy fejtetőig. Ugye természetesen, hogyha alszunk, vagy fekszünk, mondjuk egy jó edzés után tényleg annyi dolgunk van, hogy a másnapi edzésig fekszünk, akkor a regenerációnk rosszabb lesz, mint hogyha elmennénk akár 5 kilométert sétálni, vagy lépcsőznénk. Ugye miért történik ez meg? Azt azért tudni kell, hogyha az ember mondjuk lefekszik, vagy pihen, vagy, vagy nagyon monoton dolgot végez, mondjuk folyamatosan ülő, vagy folyamatosan álló munkát, akkor a vérkeringése inkább visszazuhan a minimálisra. És ha simán fekszünk az ágyban, akkor a végtagok vérkeringése pedig csökkenni fog. Na már most ilyenkor nem, nem annyira jó ez nekünk, mert azért csak googolunk, meg használjuk azért a karunknak az izmait is, és mondjuk az a bizonyos izomláz, vagy a, vagy a, vagy a tejsav, aminek el kéne onnan menni, az sokkal tovább ott lesz. És megint csak mondom, hogy sokkal ö, kevésbé tudunk aktívan részt venni a következő edzésünkben, ha másnap van, hogyha három nap múlva bármikor. Szóval a mozgás az aktív regeneráció alatt értem, most biciklizzünk, sétáljunk, lépcsőzzünk, tehát nem kell, hogy meghalljunk, nem kell kardioedzése gondolni, vagy valami extrémre, de azért mégis mozgassuk át magunkat, mobilizálás, nyújtás, esetleg egy kis hengerezés, és akkor már is felgyorsult a regenerációnk. Én úgy szoktam ajánlani, hogy gyakorlatilag a pihenő napokon is érdemes lehet egy ilyen, mini bemelegítést megcsinálni egy ilyen kis uh, rövid hengerezés, rövid mobilizáció, egy pár, uh, egy pár aktív uh, vagy bocs, egy pár dinamikus nyújtás, ilyesmi. Tényleg csak az, hogy uh, azok a mozgás minták, amiket egyébként is gyakorlunk, azok egy picit uh, belegyenek mozgatva, és ennyi, ennyi igazán. Meg uh, így van. egyébként is, hogyha az ember erős sportot, uh, űz, akkor a szívegészsége véget nem elhanyagolható az se, hogy egy picikét, picikét esetleg kardiózzon. Erre meg én általában a sétát szoktam javasolni leginkább emelkedő fölfelé, mondjuk egy heti kétszer, és akkor gyakorlatilag ezt a részt is nagyjából ezzel le tudtuk fedni. Azon kívül, hogy a regenerációt tudja javítani, a szívegészségét is egy picit segít megőrizni. Szeretem ezeket a több, több legyet egyszerre dolgokat, <laughs> mert senkinek nincs semmi ideje. Ami még apróság lehet, meg nagyon hasznos az, hogy sokan elfelejtik azt, hogyha mondjuk fekvenyomó edzésünk van, mondjuk aznap, hogy csak fekvenyomunk és felsőtest edzés van, attól függetlenül a lábat, azt, meg a csípőt nem melegítik be. És ugye az erőemelést az mindig egy teljes testes gyakorlat. Mindegy, hogy fekve nyomsz, mindegy, hogy csak googolsz, mindegy, hogy felhúzol, az mindig egy alsó és felső test gyakorlat, csak nyilván a hangsúly helyeződik egyszer ide, egyszer oda. És ezért uh -huh. érdemes, meg számomra is nagyon jó, hogy, hogy mindig mindenen átmegyek, ugyanúgy bemelegítek minden gyakorlatra, természetesen, hogyha, hogyha googolok, akkor csípőre, picivel nagyobb hangsúlyt fektetek, de hogyha elkezdem az edzésemet, akkor nem igazán tudják megmondani, hogy mi fog következni, mert mindenen átmegyek. És, uh -huh. és ez is tudja fokozni a regenerációt. Hogyha már ténylegesen sem, tehát ténylegesen, ha ezen kívül, ezeken kívül semmit nem csinálunk, de hogy ez is egy apró kis millió, amit, amit lehet használni. Meg, meg jobban is fog menni minden gyakorlat. Tehát lehet, hogy valaki leül a biciklire, tekel egy 20 percet, csinál egy-két az élülést, és akkor utána már megy is googolni, aztán valami nem ott, nem jó ott a könyökénél, valahogy a lapockáj, nem, nem tudja betenni magát a rúd alá, holott a lába jelvileg be vannak melegítve. Ja, persze, persze, ez teljesen, teljesen általános, hogy mindenki próbál itt-ott időt spórolni, de hogyha az ember belegondol, hogy akár szerintem még az talán a kevésbé gyakran elrontott, hogy amikor valaki Google, akkor a felső testet nem melegíti be. Szerintem, amit először mondtál, hogy amikor csak fekvenyomni fog, akkor nem melegíti be az alsó testet, az, az, a, az a gyakoribb. Szerintem ott nagyon egyszerű ezt a példát szemléltetni, mikor valaki hidal, és hogyha egész nap ugye ődögértél, az pont az ellentéte a hidalásnak, tehát gyakorlatilag ugye a csípő, csípő hajlítók totál be vannak kötve, abszolút abszolút nem alkalmasak éppen a munkavégzésre, és akkor te megpróbálsz ugye, egy extrém nagyot eh, hidalni, csípőt előre tolni, eh, természetesen nem, nem, nem az lesz az élmény, mint mintha alaposan be lenne melegítve, fel lenne készítve a mozgásra, és gyakorlatilag a, a legdrive az már a nulladik lépésben halára van ütélve. <laughs> így van, így van. Így van. Jó, aztán, hogyha tovább lépegetünk így a regenerációnak a listáján, jöhet például mondjuk egy váltófürdő. Uh -huh. Ugye ez a hideg vízben, majd meleg vízben eltöltött. Nagyon változó, azt mondják, hogy az az a jó, vagyis, hogy ezt ennek úgy kellene megtörténnie, hogy ugye belemászunk mondjuk legalább egy 7-8, de az a lényeg, hogy inkább ilyen 11 fok, 12 fok alatti vízbe, és ott eltöltünk mondjuk egy 5 percet, és utána kijövünk. És ugye meddig várunk, ugye ez, ha csak a hideg fürdőzést veszük, akkor addig várunk, ameddig a test, úgymond a vérkeringés által nem fogja felmelegíteni a testet. Na már most, hogy mit, mi történik ennél a, ennél a hideg fürdőnél? Tehát, hogy az ereink össze fognak húzódni, a vért elkezdik a vesék, vese és a lép felé tolni. Ez, azért van, hogy ugye a, ez a testnek nem jó, tehát hogy alapvetően nem jó, én beindul egy védelmi mechanizmus, a, a végtagok vérellátása fokozatosan megszűnik és hogyha ezt nagyon sokáig csinálnánk, mondjuk egy titanik bejönne megint, akkor szép lassan a testünk le fogja kapcsolni a, a, a szerveinket. Először leállnak a veség, először leáll a mája, a gyomornak a működése, stb. 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 És mikor kijövünk ebből a vízből, akkor, akkor ugye megszűnik ez a folyamatos hatás és, és a szív elkezdi pumpálni úgymond a friss, meleg vért a végtagok felé. Na hát ez, 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 ez sokkal extrémebben és sokkal intenzívebben történik meg, mint mondjuk egy aktív regenerációs gyakorlatnál, éppen ezért azt gondolom, hogy hatékonyabb is. Uh -huh. Csak hogy mondjunk konkrétumot, meg hogy megértsék az emberek, hogy, hogy miért kell jégkockákat dobálni a sós vízbe. És ezt az egyik dolgot tudom nagyon ajánlani. Nem biztos, hogy elérhető mindenkinek ez a hidegvizes dolog. Én nem is nagyon tudok olyan általában inkább szaunáknál szokott lenni hidegvizes merülő medence. Ha Éppen van az adott helynek, de általában nem szokott lenni. Szóval mm. ez, ez nagyon nehezen megvalósítható. Tehát, hogy nem tudom, ha nincs otthon egy régi fagyasztóládánk, vagy valami, vagy tényleg nem fekszünk be otthon a, a kád vízbe, akkor akkor tényleg nehéz megvalósítani. Hát viszont, mondjuk, viszont szerintem az, hogy otthon befekszik az ember a kád vízbe, az abszolút megvalósítható. Hát mondjuk sok embernek már nincs kártya, már nem, nem, akkora divat, tudod? Ja, hát ebben így nem gondoltam bele. Nekem is van, van egy-két olyan edzettem, hogy nincs kádjuk. És, így, és mindegy, mindegy, de hát, ja, megesik. Én, de... Én azt láttam, hogy nagy divat, főleg az amerikaiaknál, hogy egy ilyen, hát nálunk esővíztárolónak lehet kapni, Uhum. Tudod, ez a nagy zöld, olyan, mint egy nagy moskuka. kuka. <laughs> és igen, hogy azt igen. Megtöltöd vízzel, kirakod a teraszra, hát, az megvan. De hát abba azért kell, hogy mondjam, kell lelki hogy abba, úgy belemásszál. Hát igen, 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 igen. igen. De ja, meg megvannak ezek, ez a zöld ö, lomb lombtároló, ugye? Ezek is pár ezer forint, és akkor ö, laza 2000 liter, be lehet csüccsenni és akkor, és akkor működik. Egyébként, hogyha valakit a krioterápia úgy ö, jobban érdekel, akkor a Facebookon tudom ajánlani a jeges medve klubot. <laughs> ilyen, uh -huh. tel teljesen ö, ilyen ö, full fanatik emberek vannak benne, és akkor itt lehet nézni a praktikákat, hogy ki, ki, hogy csinál. Si most, hogy így belepörgetek a csoportba, gyakorlatilag csak így flexelnek a tavakban. Ja. <laughs> hogy... de, de biztos, hogy itt, ha valakinek kérdése van, akkor azt itt fel tudja tenni. mentek klub. mentek <laughs> klub. <gül> uh, jó. Jó, menjünk akkor, uh, ugye tovább, a következő, uh, a különböző uh, masszázs terapeuták. Ez egy nagyon mély víz, ebbe nagyon bele lehet bukni, az biztos. hogy, elmegy, hogy elmegyünk egy masszőrhöz. Tehát először is az, én azt mondom mindenkinek, hogy, hogyha bele szeretne vágni egy olyan dologba, ahol azért tehát fizetés ténylegesen elvár valamit, mert azért a masszázsnak, hogyha az ember azt csinálja, akkor akár akut problémákat is egyik hétről a másikra meg tud szüntetni. Az biztos. Ö, igen, na már most elmegyünk néha egy-két masszörhöz, vagy köpőzőhöz, piócás vagy emberhez, és tök jól érezzük magunkat, <laughs> de igazából nem történik az ég egyet a világon semmi. Szóval azért mondom, hogy ez egy nagyon mély víz, mert az emberünknek is jól át kell tudnia adni, hogy mit érez, miért kereste meg a masszőrt elsősorban, tehát azért legyen tisztában azzal, hogy most, hú nem tudom, úgy érzem, hogy nagyon feszül a mellizmom, úgy érzem, hogy görcsös a combhajlítom. Tehát azért tudjon valamit mondani, vázolja fel, hogy mit csinál, és olyankor... Ö Fog tudni találni egy olyan szakembert, aki, aki tudja is, hogy hová kell nyúlni. És hogyha ez az összeg megvan, meg kialakul, ez is körülbelül olyan, mint egy edzővel, nekem is több ideig tartott, mire, mire megértettük egymással, hogy kinek miért kell nyomkodni. Mert volt, hogy előlet egy ilyen a relaxációs részhez való ilyen faszom, tudja, milyen eszköz, és kont, neki, arra, hogy nem ezért vagyok itt. Tehát, hogy. <laughs> Igen, aztán aztán megértettük egymással, és akkor onnantól kezdve indult el a ténylegesen a, a masszás felhasználása a regenerációra. Uh -huh. Nálunk ez olyan szempontból uh, egyszerűbb, hogy akikkel én általában foglalkozom, és személyesen foglalkozom uh, velük, uh, ott általában, amikor őket uh, ugye masszörhöz irányítom, akkor én átszoktam, átszoktam menni, és akkor rögtön mondom is a masszörnek, hogy mit, merre, hogyan, mit szeretnék. Nem azért, mert magától nem találnám meg, csak azért megspórolok egy pár, pár percet, de akár pár alkalmat is, hogyha már egy, olyan, hogy mondjam, egy egy pár összefüggésre rámutatok, amit mondjuk én már korábban felismertem, de én azt gondolom, hogy egy, egy jó masször, jó masször az, az gondolkodik. Tehát, hogy egy jó azért arról meg lehet ismerni, hogy gondolkodik, hogy okokozati összefüggéseket keres, és nem csak így az akut problémát próbálja megoldani, és ennyi, hanem próbálja kitalálni, hogy akkor ez honnan, honnan indult, mert nem, nem, nem valószínű, vagy nem, nem mindig csak ott és csak azzal van a probléma, amire éppen a, a páciens uh, panaszkodni szokott. Uh, illetve szerintem még a jó masszörnek az is ismerve, hogy uh, erős keze van. Ez fontos, ez kell ez a szakmához, de az, az még fontosabb, hogy. Uh, hogy uh, hogy tapintani is tud. Tehát, hogy nem, nem csak full agresszívan rámegy és, és megbüntet, és akkor azt érzed, hogy na most, most ez nagyon jó volt, mert kurvára fájt, uh, hanem, uh, hanem tényleg érzi azt a szövetet. Ezt nehéz átadni, hogy ez pontosan uh, mit jelent, de hogyha tényleg úgy tud belenyúlni, akkor. Uh, akkor az a szövet az alkalmazkodni fog ahhoz, amit ő akar. Rá tudja úgymond kényszeríteni az akaratát. Mm -hmm. Sőt, olyan is van, hogy emlékszik gyakorlatilag a masszőrnek a kezére, és eltelik 5-10 alkalom, és mondjuk ugyanaz a probléma nem 20 perc alatt adja meg magát, hanem mondjuk egy vagy kettő, Mert tudja, mm -hmm. hogy ez most, így, egy most, ez most így rendben lesz. Én nagyon büszke vagyok a, arra, hogy a mi masszőrünk az mennyire mennyire toppon van ebben a dologban, Egyszerű, egyszerűen, egyszerűen az van, hogy érzi, érzi azt, hogy ott pontosan most mit kellene csinálni, és szerintem, szerintem ebből jóval kevesebben vannak ezek a típusok. Nagyon kevesebben, Én talán négy-öt embernél voltam, mire egyet találtam, hogy, hogy vele erős is volt a keze, úgy, ahogy mondod, és aztán a végén meg tudtuk érteni egymást, meg ő is érezte, hogy pontosan hol a probléma, az én esetemben sajnos úgy volt, hogy egy, egy, egy masszázs az egy másfél óráig tartott, és mondjuk az volt a jobb lapockám és a lapocka körül izmok, meg mondjuk a, a mellem is vége. Tehát, hogy így mi rájutottunk oda, hogy az kilazult, meg, meg rendesen mozogjon, az ennyi volt. És akkor így mentem mindig, és akkor másnap, másnap volt a másik oldal, és akkor így Mhm. Így Azért itt én mindig, amikor valaki megkérdez, hogy mennyi idő lesz, mire ez megoldódik, vissza szoktam kérdezni, hogy mennyi idő lett, mire elcsesződött. Mert azért az egy jó, jó viszonyítási uh, alap szokott lenni, meg ugye, hogyha tényleg egy nagy, uh, nagy kötött erőemelőről van szó, akkor az, az mindig egy jóval nehezebb helyzet, mint, mint amikor Persze. egy tényleg egy átlag emberről uh, beszélgetünk, és ez egyébként a masszőröket is meg szokta tudni azért lepni, és ahogy, ahogy mondtad, hogy, hogy meg kell neki mutatni, kicsit rá kell vezetni, mert hát a, a masszőrképzés az, az nem olyan, hogy, hogy 120 kilós erő emelőkön gyakorolnak, mint általában ez egy ilyen új dolog szokott lenni nekik, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tudják megoldani, csak nem biztos, hogy elsőre. Persze, csak, persze. Ja. Oké, okay, mehetünk is tovább szerintem. Vagy még akartál idefűzni valamit? Hát igazából annyit, ami nagyon fontos, hogy, hogy mindennek van prioritása. Tehát mm -hmm. ne visszafelé kezdjük el csinálni, hogy inkább nem alszunk, de elmegyünk ma Jaj, Ja, ja, igen. <gül> <gül> igen. De... korábban, hogy el tudjak menni. Igen, 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 igen. És, és, hogyha a masször mondjuk megoldott valamit, akkor, akkor találjunk olyan gyakorlatokat, amivel, amivel ezt karban tudjuk tartani. Nem fogod saját magadat folyamatosan úgy kimaszírozni, kihengerezni, kilabdázni, hogy előbb-utóbb ne kelljen masszörhöz menned, de a te érdeked is az, hogy eltölts előtt 10-20 percet, és kevesebb bet jár masszörhöz. És fontos, tehát, hogy a masször nem fog megoldani mindent, az, hogyha egyik nap nem fáj, másik nap te ugyanúgy nem csinál semmit, harmadik nap már megint nála ki. Ez neki jó éppenséggel, neked nem biztos. Uh -huh. Szóval tartsuk meg a léptéket nagyjából úgy, ahogy így, így fel is soroltam, ami, ami szerintem nagyon uh, értelemszerű. Tehát aludjunk, ígyunk, mondjuk ez, ez a kettő, ez egy, egy szinten van, aztán meg hát igen, a kaja, amiről nem beszéltünk, de nem majd arra is szor, sor fog kerülni. Uh -huh. Én egyébként nyilván minden edzés előtt hengerezgetek, labdázok, stb. Meg jó esetben én hetente egyszer elmegyek masszörhöz, sőt fix időpontom van, tehát gyakorlatilag csak ha nem jön közbe valami, akkor nem megyek el. És hát mindig van mit csinálni, mert ahogy mondtad, hogy egy lapockával el lehet tölteni egy órát, hát ez igaz, tehát hogy az embernek azért van annyi része, hogy a, nyilván a kezét, csak a lábát, és akkor itt most ugye kézfejről, meg lábfejről ö, beszélgettünk. Tehát rengeteg olyan kis apró terület van, ami nem is szokott soha szóba kerülni így ö, egy átlag masszázon, mert hát mindenki ugye ö, hát megcsukja, nagyjából ezeket yeah. szokták, <laughs> szokták masszíroztatni, de, de hogyha az ember egy, egy, erre úgy jobban, jobban igényes, nem tudom, ezt lehet-e jobban mondani. Én, hogyha, tehát én a saját testemen, hogyha érzem, hogy hát valami, nem, nem azt mondom, hogy rossz, hanem úgy érzem, hogy ez most nem biztos, hogy jó lesz, hogyha eltelik még most nem tudom így pár hét. Én akkor azt már meg szoktam oldani, és pont ezért nem vagyok soha sérült, mert, meg nem, nem is nagyon voltam soha sérült, mert én erre ilyen nagyon, nagyon húzom a számot, hogyha már valami van, és akkor azt időben megoldom. Nem úgy, hogy akkor a terhelést, akkor azt elveszük, meg mit tudom én, hanem egész egyszerűen utána járok, megoldom, aztán kész van. Ezt szoktam egyébként másoknak is ajánlani, aztán akkor elkerülhető a sok hetes, hónapos kínlódás. Hát igen, meg az a baj, hogyha tényleg, hogyha azt érzed, hogy úgy, hogy mondod, hogy ez most így valami nem oké, de konkrétan nem is tudod, hogy mi a bajod, de tudod, hogy mondjuk masszázs után az mondjuk jobb volt, Uh -huh. vagy nem változtattál a rutinodon, és annak ellenére ez még mindig nem jó. Uh, ugye az a baj a sérülésekkel, meg a fájdalmakkal, meg ez a ú, most nem megy olyan jól, hogy az valaminek hosszú távon a rovására fog menni. Uh -huh. És uh, a saját idődet veszed el azzal, hogy úgymond sérült vagy nem megy az edzés. Abszolút. Meg a sérülések kapcsán azért meg meg szoktuk jegyezni, hogy Persze lehetsz kemény, belemehetsz ebbe a dologba, hogy nyitott szájjal mehetsz a sérülések irányába, jó, megvan, oké, és akkor te tudod, hogy hogy kell abból regenerálódni, az is megvan, csak hogyha nem is nézzük, hogy mennyi időt elrontottál ezzel, meg ilyesmi, nem biztos, hogy egy közepes vagy egy komolyabb sérülés után még ugyanannyi a te vélhető egyszeri maximális teljesítményed majd. Szerintem egy-egy nagyobb sérülés, ezt mind-mind Alása. És uh, gyakorlatilag néhány, uh, hogyha az első néhány évben nem figyelsz oda erre, akkor hogyha akkor a következő néhány évet már hiába teszed oda nagyon, már nem biztos, hogy a legvégén ugyanazokat az eredményeket elvárhatod a saját testedtől. Én, én ezt így gondolom, de nyilván ezt nem lehet semmilyen módon szerintem bizonyítani, se ezt, se az ellenkezőjét. Hát ö, nekem ugye műtötték a térdemet, és ö, voltam időközönként kontrollni és megnézetni. Uh -huh. <coughs> Ö, és ugye semmi baja nincs. De érzem, hogy azért, azért mégse olyan, mint a hát a jó térdem mondhatom így. Hát egy uh, képest nincs baja. Igen, és azt mondta, azt mondta az ottani főorvos, hogy a műtéteket mindig a legutolsó pillanatra halasztják, mert egy műtött a soha nem lesz olyan, mint az igazi egészséges. Uh -huh. És ugyanez van a testekkel is. Ha egyszer valami elromlik, és mindent csinálsz, csak nem megjavítod, akkor a akkor soha nem lesz olyan, mint előtte volt. És, és ezzel nem tudsz mit csinálni, ez ilyen. Vigyázni kell, nagyon és sokkal körültekintőbben kellene edzeni. De hogy az a lényeg, hogy nyilván nem tudjuk mérni, meg nyilván le tudjuk adni ugyanezt a ha csak egy egyszerű példát mondjuk, hogyha valaki guggolt 300 kilót, és akkor lett egy tér problémája. Oké, mondjuk 5 év múlva ugyanúgy meguggolta azt a 300 kilót, és akkor, akkor azt akkor mondhatjuk, hogy hát tökéletes lett a térde. Nem, mert lehet, hogy nem bírja a hosszú távú nagy ismétlés számú guggolásokat, lehet, hogy nem bír sokáig sétálni, tehát nem biztos, hogy konkrétan abban a, abban a gyakorlatban fog ez éle, éle kiélesedni, hanem lehet az élet tök más területén. Igen, pont ma beszélgettem egyébként egy kézilabdás srácsal, aki azért keresett meg már, már másodszorra is, mert folyamatosan sérülései vannak, de hát így az egész testén, tehát minden, boka, térd, váll, amit el tudsz képzelni, gyakorlatilag az neki sérült, vagy sérül. És pont neki mondtam, hogy hogy az ilyen típusú emberek, akik folyamatosan sérülnek gyakorlatilag, és ezek a sérülések, ezek gyakorlatilag szerte szét vannak a testükön, nekik, nekik nem kifejezetten a úgy a sportoló ényüket kell szerintem úgy első ízben félteni, hanem gyakorlatilag a, tehát az, az életminőségüket kell inkább félteni, mert az, hogy mondjuk sportolóként én nem lesz már képes arra a teljesítményre, az egy dolog, de hogyha mondjuk már nem, tud, nem tudja úgy használni a vállát, mint korábban, már nem tud annyit sétálni, mint korábban, és mondjuk egy 20-30 éves rácról beszélgetünk, akkor ez egy, akkor ez egy szerintem egy sokkal nagyobb, sokkal nagyobb probléma, főleg, hogyha úgy vesszük, hogy elvileg azért sportol, hogy az élete jobb legyen ezáltal. Egyébként csak, hogy megoldást is tegyek hozzá, ilyenkor, amikor valaki folyamatosan sérül, általában ugye a stabilitásnak a teljes hiánya gyakorlatilag azzal oldható meg, hogy izomtömeget épít magára az ember, ezt egyébként ugye az alapozó edzések szokták ugye szolgálni, ahol sokszor erőemeléshez hasonlatos gyakorlatokat végeznek mondjuk a labdasportot űzők is. Ez, pont ezért, hogy egy kis izomtömeget építsenek magukra, ami a későbbiekben megvédi őket. Tehát ennek Persze. Meg főleg, hogy a kézilabda egy borzasztóan agresszív sport. De hogy hát úgy, ne. úgy nézzük, hogy jó, dobálják azt a labdát, aztán én nem állnék be a sorba, az biztos. De hát, hogy hát. Ö, ők aztán lehetsz akármilyen stabil, az biztos, hogy onnan ki fognak mozdítani a komfortzónából. Az biztos. De jó, igen. Az, azért van ott egy-két olyan arc, aki szerintem egy-két erőmelő versenyre itt magyar viszonylatban benézne, meglepődnének. Hát igen, Sőt. igen, meg az or orosz pofoszkodó versenyre is el lehetne küldeni egész nyugodtan. Abszolút. Ott nem is pislantana, <laughs> persze. <Áll. gül> jó. Oké. Okay. igen, végül is akkor az a regenerációs része, ugye azt gondolom, hogy ha már valaki ezeket jó, szem, jó szakembereket keresnek, biztosítja az alvásnak a feltételeit, eszik, iszik, alszik, akkor, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy pálfordulatot érő regenerációs dolog nem igazán fogja érni. Tehát ez így ennyi. Aha, amúgy igen, tehát hogy tényleg ez, hogyha egy ilyen cseklyistát lehet, hogy érdemes lenne mindenkinek csinálni, mert most ezt így véghallgatják, hogy ja, aludni kell, enni kell, inni kell. Meg jó edzeni, Jó. És nem, nem, nem ugrottam meg semmi az inger küszöböt, de szerintem a legtöbb embernél ezeknek a 70-80 százaléka hiányzik. Vagy, hát, vagy lehetne sokkal jobb. Igen, igen. Mondom, ha csak a magam példájából indulok ki, tehát a, amikor élesedik a, a készülés, akkor ugye alszok amennyit tudok este, aztán amint hazaértem, munkából megint alszok. És annyira vagyok ébren, amennyit dolgozok, meg amennyit edzek. Uh -huh. És igazából ennyi. Tehát, hogy másképp nem tudom menedzselni. Kész. Van valami taktikád erre, hogy hazaérsz, és egyből le tudsz megint feküdni, aludni? Ö... hát Nem az, hogy taktikám, hát ezt próbálom megelőzni, hogy ne tudjak lefeküdni, aludni néha. Tehát, hogy olyan szinten ö, fáradt vagyok ö, folyamatosan, hogyha ö, folyamatosan készülök, ö, eszek, ö, dolgozok, hogy gyakorlatilag nekem, nekem minden, minden megerőltető. Annyira mm -hmm. a, a készülésre koncentrálok meg, meg próbálok arányaiban olyan súlyokat mozgatni, akár széria, vagy akár, egy ismétléses súlyban, hogy, hogy egyszerűen mind, mind az idegrendszeremet, mind a fizikai teljesítőképességet, egyszerűen azt érzem, hogy aludnom kell. Nem azt érzem, mm -hmm. hogy masszörhöz kell mennem, nem azt érzem, hogy váltófürdőbe <laughs> hogy, hogy kell mennem, azt érzem, hogy aludnom kell, meg ennem, és ennyi. Tehát, hogy így. Uh, ennyi. A múltkor pont úgy ma magyaráztam valakinek, hogy ez az erőmenés egy picit magasabb szinten. Ez olyan, mintha így gyakorlatilag egy baba lennél, egy, egész nap aludnod, enned kell, és amikor így felkezd kicsit kúszni, mászni, az meg a, nagyjából a, az SBD, és, és, és ennyi. Ö, ja, igen, igen, hát annyi tényleg a játszószőnyegen való <laughs> mobilizációnak csúfol dolgot, azt megcsinálom, ugye cipőket is hasonló, de hogy ennyi igazából, és akkor aztán irány a Ennyi. Oké. Okay. Uh, edzés előtt, alatt, után táplálék folyadék bevitel? Uh, létezik. Hallottam már róla. Ha? Uh, hát edzés előtt. Ugye én inkább uh, ásványi anyagpárti vagyok edzés előtt, meg, meg uh, sajnos koffein is. Uh, az edzés előtti... Talán, talán turmixot beszéltük az előző podcastben is, nem vagyok benne biztos, de Beszéltük megint. szerintem, igen. De gyorsan levállom megint. Ugye a számomra első és kedvenc, meg azóta már mondjuk kicsit kiegészült a magnézium citrát és kácium citrát, ez vagy tabletta, vagy por formájában, emellé legalább egy gram tiszta, só, tehát 100 -os. só, ez lehet tengeri, himalája, tök mindegy, csak ugye keressünk olyan sót, ami, be, ami mellett nincs adalék, mert, saj, mert van olyan is. Ö, igen, és hogyha ez már alapvetően megvan, mondjuk én erre szoktam tenni egy hogy, hogy legyen is azért egy kicsit jobb íze, és akkor irány. Ugye ez a kálcium-magnéziumból, ja, és hogy, hogy számokat is mondjunk, 400 mg uh, magnézium citrát, 400 mg kálcium citrát, 2 g só, kanál energizáló tetszés szerint, sőt, hogyha azt akarjuk, hogy egy picit szerintem jobb legyen, nekem szokott segíteni, 15-20 g uh, dextrózt is szoktam mellé tenni. Uh -huh. Ja, meg még bocsánat, majdnem kifelejtettem, ez pedig a e, potásium, tehát kálium, abból is 100 vagy 200 mg-ot e, is szoktam beletenni. Uh -huh. Igazából Finc ezek... E, nem jó az íze, de legalább e, az izmaim e, úgymond jól fognak tőle működni, tehát az izom összehúzódás és az izom elernyedés e, ért felelős ásványanyagok, azok bent vannak tehát nem fog edzés közepén egy hatalmas görcs összerántani, és ez, ez nagyon fontos, főleg, hogyha eléggé tárhában van az izom, mert akkor könnyen, könnyen szakadhat. Úgyhogy uh -huh. emiatt főleg. Gondolt, hogy csak azoknak kell a magnézium kifejezetten, akik egyébként hajlamosak a görcsökre? Nem. Tehát, hogy a magnézium előnyeit nehéz lenne felsorolni. Csak hogy ne legyen ebből félreértés, hogy kell, kell az mindenkinek. Ja, hát igen. Tehát alapból maga a mentális fittségnek is egyik nagyon jó eleme a magnézium. Emiatt is jó, esetleg növelheti a fókuszt mondjuk én személy szerint nem emiatt használom, de ha valaki picit dekoncentrált, hogy mondjuk úgy tényleg erősen szellemi munkát végez, azoknak is minden időben jó a uh -huh. magnézium. Meg ugye a, a kácium. Aha. Bocsánat, ha a kácium. valakinek a citrát esetleg hasmenést okoz, az ez elég gyakori, akkor milyen alternatívát szoktál ajánlani? Hát ugye vannak vannak más, mondjuk a bizlicinát, ami még, ami még kevésbé szokta bántani a gyomrot, de alapvetően azt tudni kell, hogy tökéleti, hogy melyiket fogod megvenni, az azért okos hasmenést, mert egyszerre nagy dózist vettél be, és egyszerűen átmegy, átcsúszik a gyomron és a bélfalon. És ezért lesz tőle hasmenésed. Nem azért, mert mondjuk te éppen a citrátra, mondtam, hogy alergiás vagy. Ilyen, ilyenkor azt szoktam ajánlani, hogy mondjuk a 400 mg helyett vegyél be csak 100-at. És akkor uh, rendben lesz. <kül> és akkor ezt mondjuk egy na elosztod a nap folyamán négyszer. Én mondjuk megiszok 400-at, semmi bajom, megiszok mondjuk 600-at, már mondjuk mennem kell Szóval uh, ez, ez kinek uh, szája íze szerint melyik terméket tudja megvenni. Uh, tényleg hallottam olyat, a másik legnépszerűbb ugye a bizglicinát és a citrát, ez a kettő kinek, hogy elérhető, próbálja ezt a legjobb tudás szerint venni, de hogyha és okoz, akkor akkor daraboljuk fel az adagot, uh -huh. vagy, vagy ne csak önmagában, mondjuk étkezés közben uh, vegyük be, és akkor nagyobb valószínűséggel bent fog maradni. Uh -huh. uh, és mit gondolsz? Én most kaptam ajándékban, ugye beszéltük a múltkori adásban, hogy van magnéziumos fürdősó. Igen. Az, az, az egy jó dolog, nem azt mai napig használod. Uh, igen, tehát, hogy uh, azt tudni kell, hogy a magnézium szulfátod van elvileg, uh, ha minden igaz, ugye, az ugye a magnézium fürdősó, uh -huh. uh, és tudni kell, hogy a szulfátról, hogy ha megeszed, akkor a hasznosulás nagyon alacsony, pár százalék, viszont bőrön át nagyon jól szívódik, ugye rengeteg krém is van, ilyen elemi magnézium, stb. stb. Azt vagy szóval, ősi magnézium, nem is tudom pontosan. Igen, igen, igen. És, és igen, és bőrön át, egy mondjuk itt kellemes melegvizes fürdőben, bőrön át jobban fel tud szívódni, és ugyanúgy nem okoz hasmenést, tehát hogy, hogy, elég jó. Ezt inkább a pihenő napokra lesz meg lehet érdemes, nem? És akkor edzés edzésnapokon is az edzés előtti turmixból fedezve van, napokon meg akár akkor így a fürdő által. Hát igen, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez, kicsit már a kényeztetés kategória, hogyha az embernek tényleg, tényleg van ideje, vagy akár mondjuk verseny előtti napon sem árthat mondjuk a fő, akkor is nagyon jó tud lenni, a valakinek van egy kis súlyvesztése például, és ö, ö, izzadnia kell, akkor a szaunát semmiképp se javaslom, viszont egy, egy kellemes forró fürdőbe be tudunk feküdni, és akkor már méne, méne tennénk bele magnéziumot, mert amúgy is, ha izzadunk, akkor azért sok ásványanyagot veszítünk, szóval, szóval megvan az időzítése, ha valakinek van módja és lehetősége, és van fürdőkádja, akkor, akkor mindenképpen fogja érezni a különbséget, már ott is, hogy este, este jobb lesz az alvás például. Jó, Oké, okay. uh, és kajálás így az edzés környékén? Hát ez, uh, valaki azt vallja, hogy tök jó enni uh, edzés közben, valaki abszolút uh, nem. Uh -huh. Na mondjuk, uh, ez, egy, ez egy kicsit, uh, ez először is függ az edzést tervettől. Uh, most én például csak háromszor edzek egy héten, és ez, ez, egy, ez egy közel három órás edzés. Uh -huh és nem úgy három órás, hogy memelegítése minden együtt, ez pihenő idők sajnos három óra, mert olyan nehéz majd beszarok. Persze. Szóval nekem is megfordult a fejemben, hogy hát jó lenne enni, mert, mert nem lenne rossz, de aztán ugye eszembe jut, hogy általában este edzek, a kalórián nagy részét már megettem addigra, uh -huh. szóval az éjség érzet, meg az éjséget kiváltó érzés nem biztos, hogy mindig az, mindig az éjség miatt van. Szóval először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy az edzés ig ettünk -e egész nap rendesen, ittunk -e egész nap rendesen, de hogyha nem is tudom, ne adj Isten, nem ettél egész nap. Viszont az edzéshez, meg akarok csinálni, akkor, akkor látom inkább értelmét az edzés közbeni gyors szélhidrátoknak. Gondolok itt szédrát, turmixokra, mm. esetleg hát amellé az aminosavak íze, ízvilága passzolhat, más nem nagyon, vagy gyors felszívódású, teljsevő fehérje, mert annak legalább van azért kalóriatartalma is. Mm. Hát meg szerintem érdemes esetleg megnézni. Nem tudom, mennyire értesz egyet, amikor a hosszabb távot futnak emberek, vannak ugye frissítő pontok, és akkor ott miket szoktak enni gyakorlatilag. Nagyon, változó, tehát egy ilyen, ilyen futós ah, igen. Blogot lehet érdemes kiolvasni, mert a gyakorlatilag a májkrémes zsömlétől, a Snickersen át, az energia zselékig, kinek mi, kinek mi, válik be, és talán így a kísérletezésnek lehet, hogy helyt kellene hagyni, mert ez is talán egy olyan dolog, ahol nem lehet most így, tud itt tudni mondani. Én egyébként nem, nem. ismétlés számhoz kötöm, tehát, hogy ilyen 5-6 ismétléseknél el vagyok edzés közben, ráérek két sorozat közt, megeszek egy nem tudom, egy fehér csak itt egy banánt, nem tudom, tök jól el vagyok 8 ismétlésnél, meg eszembe se jut, mert ott széthájnám az egész termet. <laughs> oh. tehát ez teljesen <laughs> egyértelmű. Ja. Hát, hogyha eszünk, én úgy vagyok vele, hogy ezt bontsuk, mondjuk bontsuk fejben két részre az aznapi edzésünket, mondjuk nem tudom, góglással kezdünk, és akkor gólás után egy él egy kicsit. De nem úgy, hogy folyamatosan szettek között kiárok egy gumicukorra, vagy valami hasonló. <laughs> Tehát, ja. Igen, Mert de... ugye... Ugye az van, hogy, hogy bocsánat, hogy bármiféle fizikai aktivitást végzünk, ugye az egyik rendszer bekapcsol, a másik rendszer kikapcsol. Tehát nem éppen az emésztő rendszerünk lesz az elsődleges, ami csövön fog működni. Ezért javaslom az egyszerűbb, nagyon könnyen akár szájból, vagy gyomorból azonnal, gyomorból azonnal szívódó tápanyagokat, mert azokkal könnyebben el vagyunk, hamarabb jutunk energiához. Igen, és gyakorlatilag a, hát a szőlőcukor ez ezért egy ilyen nagyon népszerű történet, mert ez, ez pont tudja, hogy nem, 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 szabad róla megfeledkezni. Én egyébként nálunk ugye az edzőteremben mindig van szőlőcukor, hogyha esetleg valaki, nem tudom, úgy jön el az este hatos edzésre, hogy elfelejtett tenni. Akkor, Egész ja. <laughs> akkor általában egy ilyen nínózva viszek neki egy szőlőcukrot és feltámad. Ígyhogy, Így van, igen. Ez fontos. Uh, Oké, okay. Menjünk is tovább. Uh -huh. mm. Következő kérdés. Mm, hát ez hogy hasznos, ha ismertebb emberek edzéstervét netről letöltjük, szerintem ezt, ezt kitárgyaltuk, ezt a részt az elején. Hát Talán ez, hogy mi az, amit, tehát hogyha van egy edzésterv, ami már úgy ami már úgy személyre, személyre szól, akkor mi az a plusz, amit, tehát hogyha írok valakinek, hogy szia, akarok egy edzéstervet, és akkor ő nagyjából megkérdezi, hogy ki vagyok, mi vagyok, és akkor küld egy edzéstervet, és mi az a plusz, amit egy edzőhez, a személyre szabott tervhez még hozzá tud tenni. Szerintem itt a kérdező nagyjából arra a fajta kapcsolattartásra gondol, ami mondjuk nálad is, meg nálam is így az edzéstervezés mellé jár, hogy abban mm -hmm. általában mi szokott zajlani. Öh, erre te meg én már csak azért is válaszolunk nehezebben, mert nálunk fordítva indul az edzés tervezés. Tehát először úgymond megkérdezem ő ki ő, mi ő, és küldjön nekem videókat magáról, hogy ő ki ő, mi ő. És már úgy fog edzés tervet kapni, és mellé utasításokat, hogy az aktuális mozgása, vagy fájdalma, vagy sérülése javuljon. Tehát, hogy öh, nem az van, hogy leírja, hogy jó Pista vagyok, ugolok -ok 200 kilóval, és akkor nyomjuk. <laughs> Ugye nyilván ezt megelőzi egy hát ilyen mozgás felmérés, nem állapot felmérés ez, mert, mert nem az, hanem, hanem hogy magának a mozgásának a felmérése ismerteti uh, velünk azt, hogy hú, van könnyék problémája, van vál problémája, szokott a a fájni felhúzás után, fáj a csípője, és innentől kezdve az a plusz, amit mi Hozzá tudunk adni. Ez ezeknek a hát, recovery gyakorlatoknak a, a megnevezése, vagy iránymutatása, amivel ő fájdalom nélkül tud majd edzeni. Ugye nekem is, meg neked is ez a legfontosabb, hogy fájdalom nélkül sokáig tudjunk edzeni. Akkor leszünk Absolut. eredményesek. Igen, igen. Szóval igen. ez az a plusz, amit hozzá tud adni egy edző az edzettjének a fejlődéséhez. Azt gondolom. Igen. Én úgy szoktam mondani, hogy gyakorlatilag, hogy adok neked egy edzéstervet, az olyan, mintha én kijelölnék neked egy, egy nagyon hosszú útvonalat, sok-sok apró kis megállóval, amit neked úgy le kell vezetni és akkor te úgy elindulsz ezen az úton, mész, mész, mendegész, és akkor ez így valameddig megy, de azért hogy néha még úgy az még úgy kicsit belehúzok a kormányba, kicsit még kuplungozok helyette, tudod, ja. <laughs> mint vezetni tanulnál, és akkor csak-csak megérkezünk úgy ketten együtt, nem, nem, nem mész le közben itt ott mindenféle tévutakra, nem tévedsz el, nem mással foglalkozol, nem, nem máshogy csinálod, tehát hogy tényleg az, hogy egy edzőnek talán ez a legfontosabb feladat, hogy a kijelölt úton úgy végig tud vezetni téged? Hát konkrétan igen. Tehát a, a, a legjobb sportolók is, mindenkinek van edzője. Előbb-utóbb eljuthat a sport egy olyan szintre, ahol az ember hát ilyen, ilyen saját edzésbe kezd. Mm -hmm. Viszont, hogyha elvonatkozhatunk az erőemeléstől, tökéletes, hogy milyen sportot nézünk, ott igenis mindenkinek van edzője. És nem azért van edzője, mert ez mennyire fancy, hanem mert az edző fogja belőle kisajtolni azt, amit önmagából nem tud. És általában ezért kellene megkeresni az edzőket. Na most, ami nagyon érdekes, meg erről akartam ugye amúgy is beszélni mi, én is, meg te is, elvileg, ha valaki el akar menni egy erőemelő versenyre, akkor erőemelő edzés tervet fog kapni. Viszont, mivel hogy nem annyira, azt gondolom, hogy azért, mert nem annyira egy populáris sport, ezért, és ezért ma egy erőemelő edző önmagában kevés. Tehát, hogy neked meg kell tudni mondani, hogy miért fáj ez, miért fáj az, esetleg, esetleg hogyan lehet javítani ugye a, a regenerációs folyamatokat, esetleg, hogy milyen vitaminokat, ásványokat szedjen, stb. 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 És az az kis edzést, amit te hozzáteszel, szinte az minimális lesz. Tehát azt vettem uh -huh. észre, hogy, hogy, hogy az erőemelő edzőknek ma egy szemében több embernek kell lennie. Most nyilván nem mindenki, nem tudom, NBA szupersztár és az edző csak az edzést írja, aztán aztán elküld a, a masszörhöz, aztán elküldenek a recovery centerbe, stb. 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 Tehát azért ez nem így működik az erőemelés szintjén. Azt gondolom, hogy jobb, hogyha átlátja egy edző a rendszereket. Most... Abszolút. Tehát kicsit ez, hogy talán az amerikaiaknál van ennek hagyománya, hogy már a mikor a gyerek elkezd sportolni, akkor nem, tehát nem egy klasszik edzője van, hanem egy, 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 coach az, aki vele foglalkozik, ő az, aki, ő az, aki gyakorlatilag ilyen, hát ilyen kicsit ilyen life coachként is működik a gyerek életében, és bevezeti egy csomó olyan dologba a, a, sporton belül is, meg a sport által is, ami, ami ott ugye a kulturális különbségek miatt nem, nem a szülőnek klasszikusan a, a feladata is talán ezért van az, hogy ott, hogy ott fiatal gyerekek tudnak nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon látványos sporteljesítményt nyújtani, és nem egy-egy, hanem, hanem ugye rengetegen. Tehát ugye mindenki látott már ilyen különböző amerikai filmeket, hogy fociznak a srácok, meg kocsaraznak, és, és erre ki, ki tényleg kimegy a, ki a falu, kimegy a város, mert az tényleg egy olyan esemény, hogy, hogy izgalmas, hogy nem unod magad halálra, mert ott tényleg gyakorlatilag sportoló embereket látsz, meg izgalmas mérkőzéseket. És szerintem ebben azért az erősen, az erősen benne van, hogy a gyerekek már fiatal koruktól kapnak egy ilyenfajta támogatást. Igen, meg ugye nyilván minél tovább gyakorlunk egy mozgás vagy egy sportot esetenként, annál jobbak leszünk benne. Tehát, hogy itt már, ha valaki elkezd 3-4-5 évesen akár karatézni vagy boxolni, az nagyobb eséllyel lesz 15-6 évesen világbajnok, mint aki akkor kezdi. Hogyne, persze. <laughs> hát, hogy persze. Így van, így van. Persze. Uh, egyébként uh, itt még uh, talán érdemes hozzátenni, hogy uh... Szerintem az, hogy valaki kap egy edzéstervet, tehát, hogy ne, nem az, hogy mit tudsz hozzátenni az edzéstervhez, hanem kicsit az, hogy én szerintem, amit az edzésterven kívül hozzátesz egy jó edző, az, az sokkal több. Tehát, hogy az a kis maradék rész, ami kicsit ilyen sallangnak tűnik, az az ami, az az, ami ennek az egésznek a lényegét adja, mert mert hogyha az ember már úgy tényleg úgy frankón ebben a dologban benne van, már érti az okokozati összefüggéseket, akkor, akkor gyakorlatilag tud magának írni egy olyan tervet, ami, amitől fog fejlődni. A nehézség inkább az, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen, hogy közben ne sérüljön meg, meg, hogy gyakorlatilag én azt vettem észre, hogyha valaki edzővel dolgozik, akkor megcsinálja az edzéseit, hogyha nem, akkor meg jóval kevesebbet, vagy nem úgy, meg itt elcsalom, ott elcsalom, tehát kicsit a motiváció is sokkal jobban fent tud maradni. Én, én ezt látom. Hát igen, meg nagyon fontos, hogy egy egy, egy edző, egy, egy, egy edző nagyon sokféle úton, módon lehet hiteles. Uh -huh és az, hogy hiteles vagy, azzal ki tudod érdemelni a kliensednek a bizalmát. És hogyha ő bízik és hisz a te rendszeredben, akkor valószínűleg sokkal jobban együtt fogtok tudni működni, és sokkal jobb eredményt fogtok elérni. Tehát fontosnak tartom, hogy nagyon sok kérdése, nagyon sok élethelyzetre tudjon az edző választadni, vagy megoldást keresni. Vagy vagy egymás segítésével keresni erre megoldást, és uh, így, így, így így tud uh, mind a két ember jobb lenni, tehát mind a két ember tanult mind a két ember. Szépen. Igen, abszolút. Hát én azt szoktam mondani, hogy én nem azért vagyok, hogy megoldjam a gondjaidat, én csak így segítek. Eh hogy, hogy hát helyette, én nem tudok semmit megcsinálni. Hát, hogy... ja. Igazából ja. ketten vagyunk erre a problémára, és igen, én már láttam ilyet. Ennyi, de egyébként mind a ketten kelleni fogunk hozzá. Ö, jó, figyelj, ugyanazt a bevált sémát igazítod az emberekhez, vagy különböző embereknél más-más, teljesen más módszert és sémát alkalmazol ez a következő kérdés? Én még nem írtam le két ugyanolyan edzést tervet. Uh -huh. Tehát, hogy nem, nem tudom összesen mennyi emberrel foglalkoztam, de mindenki kapott egy másikat. Ugye nálam az egész edzés egy kérdőívvel indul. Uh -huh. És ebben tök általános kérdések vannak, plusz elkérem ugye a videókat, hogy ki, hogy, mint mozog. És mindenkinek írok egy az akkori bejött információk alapján egy tervet azért nem tudom ugyanazt a sémát ráhúzni másra, mert mondjuk jön egy új ember, és mondjuk ráhúznám az előző másfél évet, de lehet, hogy a másfél év alatt kiderült egy olyan dolog, hogy mondjuk ennek nincs akkor effektív haszna ennek a gyakorlatnak, gyakorlatvariációnak ismét lészámnak, ezért ő már nem fogja azt megkapni. Tehát, hogy mindig, mindig az általam felhalmozott tudás halmaznak, a egyvelegét kapja mindig a következő ember. Uh -huh mert kicsit olyan ez nem, hogy eltelik egy év, és ugyanazokat a, tehát eltelik egy év, és beesik a pontosan ugyanaz az ember, csak egy évvel később, és, és már nem ugyanazt adod neki, mert az ember ugye folyamatosan fejlődik, tapasztal, és már úgy, pontosan ugyanazt a problémakört is egy picit más szemmel, más szempontokból kezdi el vizsgálni. Én ezt figyeltem meg legalábbis. Uh, igen, megmondom, nagyon sokat számít, hogy az emberünk uh, hány éves, mennyit edzett korábban, uh, uh -huh. uh, meg azt, hogy tényleg volt a sérülése, stb. 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 És akkor így, így beszélgetjük, meg próbálgatjuk, hogy nagyjából hol van a határ, mi az a gyakorlat, ami fekszik neki. Mondjuk van olyan, aki, akinek a bolgárgogolás abszolút nem megy, uh, mert nem feltétlenül azért, mert nem bírja a comra, simán csak elesik. Tehát, hogy, uh -huh. hogy van ilyen is. Tehát, hogy ez most. Uh... De azt aztán mégis kell találnunk valamit, amivel azért kap egy kis, kap egy kis terhelést a zombi stb. stb. Szóval, Tehát uh, ugyanaz az edzésterv nem fog működni uh, hosszú távon mindenkinél, és ez pont tényleg a nem kor különbségek miatt főleg igaz. Szerintem elhangzott egy nagyon fontos kulcs, hogy az edzéstervezés kapcsán, amikor mondtad, hogy uh, hát megpróbáljuk, megpróbáljuk. Uh, Gyakorlatilag az edzés tervezés szerintem erről szól, hogy az ember megpróbál valamit, és megnézi, hogy lesz eredménye. Aztán, hogyha lett eredmény, akkor tök jó, és akkor megyünk tovább azon az úton, hogyha meg nem lett eredmény, akkor meg változtatni kell. Én egyébként pont úgy szoktam, hogy, hogy akár élőben jön valaki, akár, akár személyesen. Mindig úgy szoktam mondani, hogy, Hó, én, én, nem úgy kezdem, mint te, hogy erről már beszéltünk egyszer korábban, uh -huh. hogy elkéred a maxokat, az alapján számolsz neki egy nagyon alacsony százalékot, és azzal indultok. Én rá szoktam bízni, azt szoktam neki mondani, hogy egy ilyen itt, használ, itt használok RP-et körülbelül, megmutatom, megmondom majd még, hogy hol. Azt mondom neki, hogy egy RP-6-os vagy 7-es éppen Googleás szeretnék látni. És akkor megnézzük, hogy akkor az neki az úgy körülbelül mennyi, és hogy eltelik egy 4-5 hét. Akkor szoktam mondani, hogy addigra kb. így beélesedik, mert látni fogom, hogy valójában milyen számokkal kellene dolgozni, és akkor addigra én úgy, úgy beállítgatom, addig meg folyamatosan ugye a, a technikát pofozgatjuk, de közben az intenzitás meg annyira alacsony marad, hogy gyakorlatilag nem okoz ez problémát, nem, nem, nem nincsen semmilyen sérülés veszély. A másik dolog, ahol rp t használok, az meg a, a, az meg a visszacsatolás, tehát az, hogy én megírom neki, ugye a következőkben már számokat fogok megírni, hogy nem tudom, 100 kilóval csinálj valamit, és ott viszont kíváncsi vagyok arra, hogy ő ezt RPE-ben mennyinek érezte. Hosszú távon olyat, hogy rp ben adom meg, és akkor ezt egyszer 100 kilónak érzi egyszer, meg nem tudom, 86-nak, az természetesen nem nem gondolom, hogy hosszú távon uh -huh. van neki értelme. Viszont így, hogy visszacsatolva, az, hogy most akkor ez RPE 9 volt, RPE 8 volt, szerintem, szerintem az jó tud lenni a hétről hétre tervezés, tervezésben, hogy nem csak egy videót kapok, hanem kicsit megkapom az ő véleményét is az adott uh -huh. gyakorlatról. Uh, igen, igen, de uh, az átlag ember, aki erőemeléssel ö, fejlődik, ugye az RPS skálát nem úgy fogja értelmezni, mint ahogy az RPS skála van, hanem egy 1 10 tízes skála, hogy ez nekem mennyire volt nehéz. Nem azt fogja mondani, hogy hú, ebben még lett volna három ismétlés, mert lehet, hogy ő <laughs> se tudja, hogy ebben lett volna, igazából csak ö, tényleg egy 1 10 tízes skála, ez neked mennyire volt nehéz. Tehát, hogy ö, így használják azért sokan többen. Abszolút. Abszolút. Tehát kicsit ez is olyan, hogy meg kell ismerni az adott embert, mert tudom, hogy aki mondjuk beírta, hogy ez RPL 10 volt, megnézem a videót, és látom, hogy hát ez igen, max. egy RPL 7, de <laughs> igen, uh, igen, mindegy, igen. És akkor, de, de, megnéz, de valaki meg beírja, hogy RPL 7 rám mondják, és úristen, az majdnem elesett. Az, <laughs> uh, ember, emberenként minden változik, az ezért, is, ezért is nem lehet az, hogy mindenki ugyanazt is ugyanúgy megkapja, mert gyakorlatilag senki nem fejlődne. Hát, hogy nagyon ja. kevesen, így van. Jó. Ö, hogy lehet fejlődést elérni mindhárom számban egy idejűleg? Milyen jó kérdés. Ö, hát úgy, hogy edzünk, alszunk és kész. Ja. Nem. Ö, hát nagyon nehéz. Ö, hát a rövid a... válasz az, hogy alacsony szinten kell lenni. Akkor működik. Ja, hát igen, a... igen. Aha, igen, hogyha, hogyha valamit nagyon rosszul csináltunk, és valaki változtat, akkor sikerülni fog. Ö, jó, ö, vegyünk, vegyünk engem példának, ugye? Már ugye nekem erre, erre problémára hát magamtól kellett rájöjjek. És az volt a legegyszerűbb megoldásom, hogy soha nem fejlesztettem a három gyakorlatot egyszerre, hanem egy edzés, egy felkészülésen belül, mindig volt ö, hangsúly ö, bizonyos gyakorlatra. Na most tudni kell rólam, hogy nekem ö, egy szezon, tehát hogy általában egy évben egy versenyem van, és nekem egy ö, készülés az egy év. Ö, én nem tudok 16 meg 20 hetet ö, csinálni, hanem egy felkészülés az egy év. Ö, és általában évközben nem is szokott lenni PR semmiből ez elég szar de, hogy, de hogy így van, és eddig működik, és ilyenkor kiválasztok mondjuk egy, egy tíz hetet, ahol, ahol megtalom a googolást, egy másik uh, tizenkettőt, ahol a nyomást, és, uh, és mondjuk megint, uh, megint a felhúzáson, megint egy külön uh, blokk, edzésblokkot szánok. Uh -huh. és, és így uh, a legvégén mind a háromban fogsz fejlődni. De az, hogy te mind a hármat uh, Próbálod egyszer, egy egyidejűleg fejleszteni, az, az sokkal rosszabb lesz a végén. Ugye nyilván én is megpróbáltam, nem sikerült, nem sikerült olyan effektíven, mint mikor külön szedtem őket. Mert ahhoz, hogy egy bizonyos maxot vagy egy bizonyos számos súlyt megtarts, az elég alacsonyabb intenzitáson is egyszered azt a gyakorlatot, de több energiád marad az összes többi gyakorlatra. És uh, nem azt jelenti, hogy gyengébb leszel benne, hanem az, hogy uh, vagy stagnálsz benne, vagy minimálisan uh, még fejlődhetsz is. Uh -huh. De az, hogy a Így van, így van. De az, hogyha próbálod mind a három gyakorlatot erőltetni, annak előbb-utóbb vége az, hogy vagy az egyiknek nagyon a robására megy, és konkrétan rosszabb leszel benne, mint előtte voltál, vagy egyik se fog fejlődni. Uh -huh. hát gyakorlatilag az ember, ugye, hogyha magasabb szinten van már, és aktuálisá válik ez a kérdés, mert nyilván az elején minden működik, és mindenki mindentől fejlődik, mind a három gyakorlatban, magasabb szinten van, akkor egyre könnyebb túledzésbe kerülni, mert gyakorlatilag itt is ez történik, hogy egyszerűen nem, nem fogsz tudni regenerálódni ebből a mindent egyszerre akarunk típusú terhelésből. Uh, igen, így van. Ja. Nem hiányzik a külső szem a saját terved összeállításánál? Uh, elmondok egy rövid történetet. Na. Uh, az van, hogy én meg, uh, megpróbálkoztam ugye most az utóbbi uh, időben edzővel dolgozni. Uh, nem a mostani időszakra, gondolok egy kicsit korábban talán egy három-négy hónappal ezelőtt voltam is tudom. A srácot magát ismertem, meg tök, tök találkoztuk a versenyen is, és akkor itt szimpatikus is volt alapból. Hát, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, hát figyelj, mert ugye nyilván én is azt gondoltam, hogy hát, hogy több lehet még ebbe, és hogy jó lenne, hogyha olyan dolgokat csinálnék, amit magamtól nem csinálnék el is kezdtünk dolgozni, kaptam is egy, azt hiszem, egy, hú, nem is tudom, egy négy vagy öt napos edzéstervet, tervet, azt hiszem, hogy egy négy óra se lett volna elég, mire azt végig, végig nyomom. És akkor nem ezzel volt a baj, az az volt a bajom, hogy mondjuk hétfő mentem volna edzeni, megkaptam az edzéstervet, tervet hétfő mondjuk este kilenckor. Aztán a következő edzésem szerdán volt, azt megkaptam csütörtökön délután kettőkor, nem volt képes leírni egy hetet, holottam úgy egy ismert emberről beszélünk, aztán, aztán nagy nehezen végigvergődtem, végigvergődtük magunkat így az első héten, már kicsit talál volt a hócipőm, jött a következő hét, ott vasárnap kaptam meg a keddet. Na. És akkor mondtam, hogy jó, ezt köszönjük, de ami a legviccesebb volt, hogy azt hiszem volt egy ilyen benne, hogy 140 x 5 8 vagy 5x4 kugolás tempó és mondta neki, hogy mondom, nagyon messze van a verseny, még egy, még egy év van, és hogy hát ö, úgymond ráérünk. És, és, ez a, bizonyos keddi nap, amit vasárnap kaptam, abban a guvalás már 170 be 6 x 8 volt. Mondom, haver. <laughs> <Szerintem, hogy gül> Oké, okay, hogy, hogy, lassan, de, de és, hogy, nem tudom neked mi a lassú, mi? azt mondom, hogy gyorsan, akkor mi lett volna 300, hogy mi? <gül> 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 ja, ja, ja. És akkor most, most választottam egy egy másik embert. Vele úgy néz ki, hogy, hogy jobban megy a dolgunk, sorsunk, és őt azért, azért örülök neki, mert ő pontosan azt veszi előre, amit én elhanyagoltam. Tehát az én, az én edzésteremben a saját gyakorlataimnak, az egyismétléseknek volt nagy szerepe, nála pedig a szériának van nagy szerepe, és azt gondolom, hogy egyismétlést azt úgy már nagyjából megtanultam, tehát nem fogom elfelejteni, Viszont a, a, szériában én alapvetően ö, gyengébb vagyok. Úgyhogy ez, ö, így kellett a külső szem. Ez tök érdekes egyébként, amit most elmondtál, mert amikor mi elkezdtünk ö, ugye, közösen dolgozni, hát ne, nem is meg, nem tudom, te mennyire voltál tudatában annak, hogy ugye kellene ezeket a dolgokat csinálni, csak valamilyen oknál fogva nem csináltad én tudatában voltam annak, hogy kellene part googolni, meg kellene nagy ismétlés számot csinálni dolgokból, de hát tudod, úgy, úgy nem, 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 kívánta a testem. Azt, de, nyilván egyből rátapintottál, és egyből ezekkel kezdtük el <laughs> ha, oh, igen, Tehát, hogy az érzékeny pontokat azért az, egy jó egyszer azért hamar, hamar meg tudja találni, és akkor el lehet kezdeni fölzárkózni, meg kicsit, tehát, hogy kicsit ez olyan, hogy a hogy általában, amikor már az ember nem középiskolás, akkor kicsit, hogy mondjam, kicsit a, a könnyebb dolgok irányába szeret elmenni. És, és ilyenkor jó az, hogy valaki kézen fogja, hogy na jó, gyere, csináljuk, és akkor úgy tényleg ezen az úton úgy, úgy segít végigmenni, mert sokan úgy motiváció, meg úgy életenergia hiányában nem, nem, nem biztos, hogy neki ennek a dolognak már így. Hát igen, igen. De ha mondom, én, én azt gondolom, hogy mo, mo, most jött el a idő arra, hogy gyökeresen, hát számomra ez most gyökeres változás lesz, mert az én edzéstelenem az öt éve ugyanaz volt, ez, és igazából az élethelyzetem alakította arra, hogy az egyismétléses számok jobban mentek, mint a szériák. Nyilván azért, mert nem igazán van segítségem, és most inkább úgy mondom, hogy nem álltottam volna mondjuk mögém a kedvesemet, akkor a 280-ba szériát googolok, és mondjuk a 5. ismétlés nem úgy adja ki. Mert ott, ott akkor most vagy én halljak meg magamba, vagy ketten. Tehát, hogy, hogy ö, hát vagy, 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 vagy ketten, ne, inkább így mondom. És akkor igen, az egyismétéshez ez meg nem kértem spottert, mert ott azért tudok azért mókázni meg ilyen irreális súlyokat soha nem vállaltam be, tehát mindig mondjuk fekve csak esetleg segíteni kellett bele, de az, hogy teljesen uh, ne uraljam a súlyt, olyan, azért nem történt. Most uh -huh. meg uh, sajnos uh, sok a széria, sajnos, és, uh, és hát nem tudom, nem tudom, érdekesen várom. Egyelőre nem érzem jól magam. Köszönöm. Egyelőre minden szar. <laughs> akkor valószínűleg működni fog. Hát akkor jó, igen, igen, így igen, van. Igen, igen, hát akkor jó lesz. Így. Uh, mik a 2022-es tervek? Aktuális a dolog január másodikán, ahogy most felveszük ezt a podcastet. Hú, uh, igen, uh, nyilván vannak új fogadalmai, uh, uh, de hogy az erőemeléssel mi a, mi a terv, Hát egyelőre mondom, túlélni ezt az tervet, és év végén megpróbálni egy jót versenyezni. Ugye az van, hogy én szívesebben, ha lehetőségem van, szívesebben megyek el mondjuk a US open mint a Liga Kupára. Ugye gondolom, ez, ezt azért meg lehet érteni. Ez fura. Tudom, tudom. És elnézést is kérek, ugye, ezért, de hogy Hát nagyon. Ma, tehát az, az a másfél év, amíg én nem versenyeztem, nagyon megugrott a szint. De olyan szinten megugrott a szint, hogy most azt hiszem, hogy a. Hú, ö, hogy a mínusz 110-es kategóriát nézem, azt hiszem valami 573-as VX kell, az a belépő. Hát az. Hmm. <kül> hát az. az, az. Másban sok. Tehát, hogy nekem van jelenleg valami volt a legjobb az 550. 3,7. Na most ez a 20 Wilks, ez, ez legalább. Pff, nem is tudom. Azt hiszem kerek 110 kilósan kéne 985, hogy be tudjak kerülni vissza a meghívásos listára, ha addig nem nő a szint. Azért uh, elég hard. Igen, igen, igen. Szóval, szóval egyelőre maradjunk abban, hogy az a cél, hogy ugye újra meghívassam magamat. Mhm. Uh -huh. Nyilván, tehát hogy a US Open is van az, hogyha, hogyha, nincs meg a létszám, mert éppen aktuálisan mondjuk tehát olyan sosincs, hogy az összes top lifter egy évben top formában van. Tehát olyan nincs. Uh -huh. És van olyan, hogy meghívnak kevesebb ponttal, úgymond kiszokták ilyenkor írni, hogy jöhetnek a jelentkezések, és akkor ugye sorban megyünk tovább, és mindig a legjobb, aki, akinek mondjuk csak nem tudom, 950 van, mondjuk én jönnék sorra, akkor azt mondják, hogy na oké, gyere, tehát ez a vigazdíjas beugró, de nyilván itt nem lehet vigazdíjasnak mondani, mert itt így, hogyha valaki eléri a szintet, nincsenek azért ilyenek, hogy mit én, rút plusz szorító fekvenyomás, tehát hogy euh, azért ez nem így működik, de hogy igen, azért ez, azt gondolom, hogy egy elég nagy cél, hogy, hogy, hogy jövőre, tehát idén, Kvalifikálni tudjak úgymond jövőre. Uh -huh. Igen, ez egy elég, elég, elég szép uh, célnak hangzik. Uh, egyébként milyen egy uh, ottani verseny, mi, mi, milyen, miben más a hangulata, a szervezés mondjuk egy, uh, egy itthoni, egy, mondjuk egy IPFS versenyhez képest? Uh. Azt talán többen ismerik. Bár lehet, hogy most hülyeséget mondok, és a ligásat ismerik többen. Voltam én több helyen, alapvető alapvető dolog az, hogy ugye a, a versenyzők teljesen másképp állnak a versenyző társaikhoz, meg magához, még a rúthoz is. Tehát, hogy oké, okay, lehet itt mondani, hogy jó lézerfókusz van, tudod, uh -huh. de de Hát nem tudom. Tud a macskád is mérgesen nézni meg, tud egy bengáli tigris is mérgesen nézni. Érted a különbséget. Aha. Tehát hogy, hogy látod látod a, az elhivatottságot, az eltökéltséget, emellett az aláz alázatot, a, a meg az, hogy egymáshoz kedves szavainak vannak, megkérdezik, hogy mi újság van, egy, egyrészt ilyen, ilyen kicsit ilyen wonderlandes nekem, tehát, hogy, Aha. hogy, hogy meg ezek a nagy komoly emberek, ezek amúgy ilyen normálisak, tudod, és hogy ö, es esetleg ezek hozzám szólnak, vagy hogy egyik a másikra mondjuk megismertek, mondjuk jó, hát azért ismertek meg, mert egy hülye zöld színű szingleten van, ö, és akkor én voltam itt a zöld szingletes srác, tehát azért, na... Így, ezért ismertek meg, nyilván nem a teljesítmény miatt, Uh, és ez tök jó. Aha. Tehát tök sokkal, jó. Jobban, sokkal uh, jobban azt látod, hogy ott sportolók vannak inkább, és kevésbé pojátszák. Igen. Uh, így, talán talán azt mondom, hogy igen. Aki ott van, az, az, az nagyon komolyan gondolja ezt, meg nagyon komolyan beszél ezt. Uh -huh. uh, ezt. Ezt mindenen látod. A bemelegítésen, uh, a, a gyakorlatokon. Uh, az már nem, nem is tudom elmondani. Ezt talán mondtam korábban is, hogy hogy ott minden ismétlés ugyanolyan, ott, ott nem csinálnak felesleges dolgok. Hát emlékszek, a felhúzásra úgy ment a melegítés, hogy 50 esével. Érted? Tehát, hogy így mit a hatodik kör volt, már 350 nem volt a rúd melegíteni, érted? És akkor most egy Kéler mert oké, de nyilván ott vagy te is, meg hát ott voltunk, mert azt hiszem két platform volt, volt, aki csak 40-es évvel volt, aki 50-es évvel ugrál, és így mentünk, ment a 340-ig Én nem, csak 300-ig, de a többiek így mentek. Tehát, hogy, hogy az is egy nagy élmény. Meg hogy voltak lapozóink, az is egy kurva jó dolog volt, aztán aztán ez fura ezt így menedzselni, hogy te tennéd fel a és mondják, hogy hát nem, nem, hát azért vagyunk itt, és te meg tudod, hogy ó, hát egy nyakkendő minden. De, hogy a szőnyeket kérem, tudod, mint itt az Indiában, de csak Ja, szóval nagyon nagy élmény. Fura, fura meg az, hogy, az, hogy Mindenki tudja, hogy miért van ott. Oda, oda nem nagyon mennek így, mit tudom én, hogy megnézem a kis unokámat, tudod. És akkor nem, ott, ott, a, ott a nézőtér is kemény arcokból áll, akik még nem lehetnek ott. És és tudják, hogy miért szurkolnak, tudják, hogy kinek szurkolnak. Nem az, hogyha tapcsom, elkezdenek tapcsolni, tudod. Fura. Ja, fura. fura. A, jó, nagyon, nekem nagyon élvezem meg azt, hogy én, ugye én nem szeretem a a feltűnőséget abszolút, és, és ott nem emelnek ki külön senkit. Uh -huh. Tehát, hogy ne, Nem az van, hogy mondjuk jön nagy kornél, és akkor ugye elcsípik a neved végét, és akkor bár is zózat, és akkor és, és már, már hívják a következőt, te még ott vagy, és akkor a végén nem tudom, jön nagy gyere, és akkor ó, a, nem is tudom elmondanak mellé egy monológot, egy gyűlölöm. Tehát, hogy ezt nem Mm. Uh, hanem ha jött valaki, bemondták a nevét, jött a súly, és az emberek automatikusan tudták, hogy amúgy hány óra van délben, és hogyha olyan szám jött, meg tudom én, hát felálltak, meg, meg, meg alig tud, tehát nagyon jó. Tehát Aha. Hát, ez jó egyébként hallani, hogy akkor van, aki tényleg úgy használja ezeket a 25-ös piros tárcsákat, hogy így nem, kell köztest rakni. sokat gondolkodtam ez hogy valami miért ezek a 25-esek vannak ja. ezek szerint a nagy lifterek azt tényleg tudják ezt így használni. igen, igen. Nem, kell mindig egy köztes két, két sárgát fölrakni, vagy valami. Tehát tényleg az, hogy a melegítőből ott meg húzzák a maxodat, meg a állsz, a kis alsó szaros a pelenkába, érted, és akkor oké, jó van. Ez egy jó hely. Ja. Na, ja. Hát ez óriási, és ö, lesz all time gym. Legyen. Hát, <laughs> ö, ne váltszol, de amúgy legyen. Nem. <gül> <Ja>. <gül> ö, nem tudom, nem tudom, mert. Ö, a, az erőemelés tök jó meg nagyon szeretem, Erőemelő edzőtermet ö, ö, nehéz csinálni, hogy az ö, életben maradjon. Az biztos. Ö, ö, ha meg már fitness terem, akkor már meg nem erőemelő terem. Akkor már meg nem old gym. Tehát, hogy... Ö, nem tudom, én ezzel gondolkodtam, hogy azért lehetne ezt ötvözni úgy, hogy ö, úgymond az, azok a testépítők, akik egyébként szeretnek edzeni is, az, azok úgy, azok is eljöhetnek, azok, azok is csinálhatják a gyakorlatokat, nem tudom, nekem egy, nekem egy jó edzőterem, az inkább hasonlít egy gyakorlatilag egy crossfit teremre, crossfitesek nélkül, <gül> <gül> meg, 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 néhány jó minőségű acéltárcsára, tehát kevésbé, kevésbé, kevésbé bumper tehát Szerintem egy, szerintem egy jó hangulatú terem, az, az nagyjából úgy néz neki, hogy a, akik funkcionális edzést csinálják, és olyan átlag emberek, ők töltik ki gyakorlatilag a teremnek a nagy részét, és akkor van egy, van egy előkelő hely azoknak, akik egyébként az erőemelésnek a hívei, nem egy ilyen koszos sarok, hanem, hanem úgy tényleg vannak körülmények. Hát igen, egy, egy ilyen elképzelt világban ez így néz ki, de a valóságban ez... Ez az van, hogy a testépítők nem mennek le erről már a terembe, mert egy esetenként egy 70 kilós nő szériába többel guggol, mint az átítólagos testépítők, és ezt nem biztos, hogy engedi az, az egójuk végignézni. És hogyha nincs esetleg másik igény, hát, amivel Igen, ezt, igen ez, ez, ez nagyon súnya meg lehet, hogy engem meg fognak dobálni kenyérmorzsával, de sajnos ez így van. És inkább, inkább választanak egy olyan helyet, ahol, ahol mondjuk fancy egy gépre négy a tárcsát pakolni és azt mozgatni, mint hogy elmenjenek egy hardcore terembe, mint mondjuk ahol egy Ronnie Coleman, hogy mindenkinek azért beugorja, mire gondolok, hogy Ronnie Coleman dobálta a vasokat. Mert ott, Igen. Mert ott meg kell fogni a vasat, tehát ott, ott nincs az, hogy nem. Tehát nem ülsz le sehova, ott azt meg kell fogni. És az nehéz. <laughs> Igen. Úgy szoktam mesélni, hogy régen a testépítőknek létezett a karja, mert amivel így dolgozni akartak, azt meg kellett tudni emelni. Aha, Hát hiába vagyok erről, a best motivációs videó az mindig a Ronnie Coleman videó. Tehát, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen, hogy neki, nincs olyan ember, aki elindít egy Ronnie testépítő motivációs videó, és azt mondja, hogy ez szar. Hát, nincs olyan. Tehát, hogy igen. egyszerűen az az, az ember, a, amilyen jámbor, meg erős, meg nagy darab, meg mit tudom, mi volt, ez óriási megnézni. És tök mindegy, hogy testépítő vagy, vagy erőemelő vagy. Azt az ember, azt mindenki szereti. Tehát, <laughs> <laughs> ja. Hát igen, igen. Meg hát azért, azért hát, ha az ember erőemelőként nézi, az, az, úgyis kurva komoly. Tehát, Hopp, o, igen. ott, azért nem, ott nem izé van lébecolgatás. <laughs> igen, igen, hát... igen, 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 igen. Igen, jó, be, jó, nyilván be lehet menni, hogy hát Ronnie Coleman nem is volt olyan erős, mint ahogy izé, de, tehát, hogy erős volt, ö, meg nyilván perce vannak tőle erősebb erőemelők, de Ronnie Coleman-ből akkor is csak egy van, mert, mert pont ötvözi a kettőt. Tehát a testépítők olyan erősek akarnak lenni, mint az erőemelők, az erőemelők meg szeretnének olyan izmosak lenni, mint a testépítők. Aki más mond, hazudik. Hát. Nem? Milyen jó lenne, a kurva izmos vagy, és még erős is, vagy fordítva. Tehát, hát. hogy, igen, igen, de hogyha választani kell, akkor, akkor szerintem az inkább tolódjon el az erő irányába, mert fordítva egy picit, picit cink, nem? Igen, 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 Elvárjuk, hogy az acélos külső azért meg tudjon emelni egy pár száz kilót, de pont amúgy az erőemelésben pont ez a jó, hogy ránézünk egy-két ember, és azt mondod, hogy, hogy, hogy ez nem lehetséges, és uh -huh. sokkal jobban megbotránkoztató tud lenni mint a testépítés. Azt, azt gondolom. Már mire gondolsz pontosan? Tehát az, hogy, az, hogy mondjuk látsz egy, egy, egy vékony srácot, és mondjuk 20-300 kilót, és az valahogy számodra összeegyeztetetlen azzal, hogy hát pasz meg, ez nem nagy darab. Ez nem az. De, de, <laughs> de ez mi, a... mi történik most? Tudod? <laughs> Igen, igen, ma, ma, tehát a, főleg ezek a, ugye most látjuk a, az Instagramon, vagy bárhol, rengeteg ilyen 60-70 srácok olyan súlyokat megmozdítanak, hogy így négyszer még egyszer hogy mi, mennyi, ja, nem. Igen. biztos nem. Vissza, egyszer, nem, ez nincs ilyen. Igen, igen, igen. Ö, és ahogy fejlődött tényleg a sport maga az el tudjuk érni azt, hogy minél alacsonyabb testsúlyjal, egyre nagyobb számok születnek. Tehát Igen. régen az S.H.V. volt a király, most már nem igazán van S.H.V. Póveres aki, aki mondjuk, nem tudom, ezer felett van bőven, de már most ott tartunk, hogy már most ezt inkább 110-ben, már most a Joe Heck 90-ben csinálja. Ez korábban azért elképzelhetetlen volt. Abszolút. Abszolút. És ö, szerinted ennek mi az oka? Hogy csak egy-két dolgot kéne kiemelni? Ö, két oka van. Az egyik, hogy sokkal több ember próbálja meg az erőemelést. Mm -hmm. Joe Hacknek volt egy interjúja, van ez a Dimitri Spirodonov nevezetű emberke, aki, aki Belkinnel is, Joe Hackkel is csinált interjút. Ugye nyilván ez angol, a Belkines az orosz, de van angol felirat. És Joe Hacket kérdezték, hogy, hogy mitől vagy te ilyen erős? Meg, hogy miért ilyen erősek az amerikai srácok. És akkor az volt neki a válasza, hogy hogy ő már akkor is erős volt, mikor iskolába járt, és amerikai focizott, mert ő amerikai focizott korábban, és mondta, hogy már hogy a, a nagyobb testű emberek között is ő nagyon-nagyon erősnek számított. Mm. És uh, mondta, hogy rengeteg amerikai focistából lesz erőemelő, mert az alapedzésük az például. Uh, erőemelő jellegű. Csak, aztán nem jutnak tovább, mert ő így fogalmazott, hogy valaki nem fut elég gyorsan, valaki nem dob elég nagyot, stb. stb. És ezért már nem jó amerikai focistának, és úgymond erőemelő lesz belőle. Mert abban meg mondjuk nagyon jó, mert erős. És akkor ha csak Amerikát nézzük, aztán nyilván aztán a közösségi médiának is eltesszük, nagyon sok ember kezd ehhez hozzá, és sokkal több épkézlább információ van mindenről. Táplálkozásról, az alapokról, egy sima guggolásról, stb. stb. Hm. És ezzel egyetemben sokkal több tehetség is kerül elő. Uh -huh. A, a másik... Rakorlatilag... Igen? Bocsi. A másik nagyon fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy hogy Megint csak a közösségi médiát mondom, hogy nagyon sok erős lifter volt, aki egyszer csak feltűnt, aztán, hogyha van vele egy interjú, vagy megkérdezik, hogy mi a helyzet, aztán kiderül, hogy 10-12 év munkája minimum benne van abba a formába. Abszolút. Uh -huh. Ö, és ezt felejtik el, igen, hogy, hogy mi azt látjuk, hogy ú, megint egy erős, megint egy erős, és akkor lehet, hogy, hogy már az már 5-8 éve ugyanúgy játszik, csak mondjuk most, most segítsz át Instagramra. Ö, és ezt felejtik el, igen, hogy, hogy ahhoz, hogy egy igazán nagy számot le tudj tenni az asztalra, ahhoz azt mondom, hogy ha nagyon tehetséges vagy, akkor elég tíz év is, hogyha kevésbé, akkor 15-be is belefáj. Uh -huh. De gyakorlatilag több embert ér el jobb információ, és, és ennyi. Hát röviden, aha, igen, igen. Vagy ugyanazok az embereknek, sok embernek a munkája. Aha, ja, tényleg, igen. Igen, 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 mivel ugye folyamatosan egyre többen és többen elkezdi, ugye most elkezdi valaki, ahogy mondhat, hogy annak tíz év múlva lesz eredménye, úgyhogy hát igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két-három évben is rengeteg ennek jártak ennek a dolognak, úgyhogy azért itt tíz év múlva lesznek meglepetések. Hát nagyon nagyok, abban biztos vagyok, hogy ha mondom csak egy év alatt, ha csak a saját csújtaportunat megnézem, amit kifejezetten figyelek, hát úgy, új jönnek, repkednek az ezresek, mint, a, mint az állat. Hát és, ö, ja, megrázó, megrázó. Jó. Akarunk még valamiről beszélni? Hoztál, hoztál esetleg valamit, amit szerettél volna elmondani? Miről még beszél? az all time esetleg? Mi a helyzet most veletek? ú nagyon sok dolog van most velünk. Ugye sikerült uh, kihoznunk sok új logót meg uh, dizájnt, uh -huh. és most folyamatosan fog bővülni ugye ez a, ez a ruha paletta, maradjunk így a ruhánál uh, először, <kül> és uh, lesz majd ugye a drág, mm, lányoknak is uh, leggings, uh, stb. stb. Ezek még ugye tervezés alatt vannak, de hogy belátható időn belül uh, ez kész lesz. Aztán a jövőben próbálunk más hason sportágakat is megcélozni. Nyilván, nyilván maradunk ennél a kemény vonalas dolognál. Erre fogunk kiterjeszkedni. Azon része, ami a, ami a tárcsák eszközök része, ott pedig megpróbálok a következő pár hónapban egy, egy, egy versenyrudat készíteni, ami majd ugye rendesen, tehát IPF szabványú lesz, és megpróbálja a piaccal felvenni ugye a versenyt. Tehát főleg, főleg, inkább, főleg inkább az otthoniaknak, hogy jó áron és jó minőségben tudjanak egy jó rudat venni. Az jó lenne, mert havonta ír rám valaki, hogy milyen rudat vettem, meg hogyan vettem, aztán mindig elküldöm neki, de hát ugye már nem él a link, már kifogyott, úgyhogy, sőt, ez már a második rúddal fordul elő, ami, amit vásároltam edzőteremben, rátaláltam, létezik, megvettem, gyakorlatilag megszűnt, másik vettem, abból jó, hogy vettem hármat, mert már azt se kapható, ugye, úgyhogy biztos, hogy a, magyar piac ki van éhezve egy, egy, egy jó rúdra, egy jó rúd, jó áron, olyat még nem Uh, úgyhogy ja, így, így röviden ennyi a versenyzési szándékaimat elmondtam, hogy hol fogok versenyezni, azt még uh, nem tudom. Uh -huh. És veled mi újság? Látom, hogy, uh, hogy elindultál üzleti irányba. Hát a, kur, a, a kurzussal kapcsolatban. Uh, gyakorlatilag uh, azt vettem észre, hát mert az utóbbi időben, Adam, mióta van edzőtermünk, azóta ez abban, hogy rengeteg edző szakmailag hiába tök jó, és, és ugye itt a rengeteget azt tegyük azért idézőjelbe, mert hát az edzők nagy része a szakmailag nem jó, de van az a kevés, aki szakmailag meg tök jó lenne, de náluk általában meg az, hogy a üzleti, üzletileg nem tudnak érvényesülni. Tehát ez a vállalkozó szellem, meg ez a vállalkozói gondolkodás, ez, ez teljes mértékben hiányzik belőlük, és, és látom, hogy nagyon szívesen dolgoznának, na nagyon szívesen segítenének embereket, de gyakorlatilag nem tudják, hogy most akkor ezt melyik irányból, meg hogyan kéne megfogni, hogyan kéne ennek a dolognak nekiállni. És azért készítettem egy ilyen, egy kurzust, amiben gyakorlatilag erről beszélek. Ugye azt lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy én mikor körülbelül két, két évvel ezelőtt kikerültem az egyetemről, és akkor, hogy na, akkor elkezdek dolgozni, megpróbáltam ugye nagyon sok helyen elhelyezkedni, és kicsit nekem, tudod, ez volt az alapképletem, hogy majd kapkodnak utána, mert hogy a, mert hogy rendelkezek egy olyan tudással, ami, ami talán egyedi, meg keveseknek van, és akkor milyen jó lesz nekem, hát ebből az lett, hogy én kapáloztam gyakorlatilag mindenhol, és ahol, ahol végül sikerült úgymond elhelyezkednem, ott egy hónap után mondtam, hogy akkor ezt, ezt felejtsük el, és, és csináltunk egy saját minitermet, ami akkor egy kis garázska volt, 20 négyzetméter, és akkor ott kezdtünk el kibontakozni, most meg már van egy nagy 200 négyzetméteres kis edzőtermünk, és akkor ott, ott dolgozunk. Gyakorlatilag a kurzusban azt mondom el, hogy mik voltak azok a hasznos dolgok, amiket bárki megtehet, azért, hogyha hasonló problémái vannak, hogyha edzőként szeretne dolgozni, még nulla kliense van, vagy akár már évek óta edzőként dolgozik, de úgy érzi, hogy nem halad, vagy tarthatna előrébb akkor, akkor nekik szól gyakorlatilag ez a, ez a kurzus, úgyhogy ezt, ezt, jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, aki ilyen cipőben jár. Jó. Egy kérdésem lenne akkor már ezzel kapcsolatban. Na. Hogyha tételezzük fel, van egy jó edző. Igen. Mert vannak. Ö, és nem éri el a nem ér el embereket. Hogy, hogyan hallassa egy ilyen ember a hangját? Aki nem, nem olyan, de hogy, hogy mégis hogy tudjanak róla, hogy ő létezik, és hogy ezt csinálja. Mi lenne? Na, hát csak, csak egy sima első lépés, hogy, 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 hogy hogyan ismerjék meg. Az első lépés szerintem itt az, és itt a legnagyobb félreértés is az szokott lenni, hogy valaki eldönt, hogy akkor na, most edző leszek. És ezt, ezt tudod, az anyukájának sem mondja el, hanem, Aha. hanem ezt ő csak így otthon csinálja a szobában, hogy ő így edző. <laughs> Igen. Az, lenne, az, lenne, a lényeg, hogy, és ezt, ezt mondom a kurzusban is mindenkinek, hogy Tartalmat kell készíteni, hasznos tartalmat kell készíteni, jó tartalmat, minőségi tartalmat kell készíteni, és ezt oda kell adni az embereknek, meg kell nekik mutatni, mert ők az általad készített tartalmak alapján fognak téged valahova elhelyezni. Vagy a tartalmaid, vagy az eredményeid át, rengeteg dolgot lehet nézni, de ha nem adsz nekik semmit, akkor te nem, te nem létezel gyakorlatilag. Tehát... Ez igazából az egésznek, a, az egésznek a lényege, hogyha te szakértővé akarsz válni, akkor olyan tartalmakat kell készítened, amik által te szakértőként hitelessé ö, fogsz tudni válni. És egyébként, ö, hogyha meg valaki azt érzi saját magán, hogy ö, de ő, ő még nem szakértő ennek a témának, mert mi mondjuk még csak nem tudom, két-három éve foglalkozik ezzel a dologgal ami lehet ugye nagyon sok is, meg lehet nagyon kevés is, de mindegy, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem lenne hiteles kommunikátor, így, így, így szakértőként, akkor meg szerintem egész nyugodtan kommunikálhat magáról úgy is, hogy ő, hogy ő egy tanuló ebben a dologban, és kísérletezik, és gyakorlatilag ezt csak, ez csak a posztoknak kicsit a megfogalmazásán kell változtatni, de ugyanúgy hiteles tud maradni, ugyanúgy tud emberekkel foglalkozni, attól, hogy ő nem azt kommunikálja, hogy én vagyok a legjobb, és kész, att attól, még, attól még ugyanúgy fognak hozzá menni. Sőt, hogyha valaki azt kommunikálja, hogy ő a legjobb, és közben minden posztjáról süt az, meg minden megjelenéséről süt az, hogy egyébként még csak kezdő, akkor biztos, hogy hiteltelenné fog válni, és akkor fel fogják zabálni a kommentelők. Úgyhogy gyártani kell a tartalmat, meg ami még nekem mondjuk sokat segített, hogy, hogy én aktív voltam mindenféle edzéssel kapcsolatos Facebook csoportokban, készítettem egy tartalmat, kiraktam, és akkor lehetett hozzászólni. És mindig van egy csomó gyökér, aki hozzászól valami totálos tobaságot. Általában a személyedben próbálnak ilyenkor megsérteni. Mindegy, hogy ki yeah. vagy, mi vagy, mit csinálsz, miről szól a videó, lehet meg se nézte. És hogyha te uh, nem süllyedsz ugyan le a szintjére, de de mégis az van, hogy uh, még, mégis fölé tudsz kerekedni, és ott is még, még egy, és minden egyes hozzászólásával kapsz még egy lehetőséget, ahol be tudod mutatni a, a, a szakmaiságodat. Úgyhogy... Uh, én, én ezeket nem féltem kihasználni, egy idő után mondjuk a, ezekből a Facebook csoportoknak a 95%-ából kidobtak. De közben egyébként egy tök stabil magot sikerült felépíteni, úgyhogy én ezeket a dolgokat tudom mindenkinek ajánlani. Hall, hallatni kell azért a hangunkat, és tehát, hogy azt szoktam még elmondani, mert ez egy nagy félreértés, hogyha ha erről elkezdek beszélni, hát hogy de, de hogy nem, nem akarok ugye feltűnősködni, meg, meg én nem vagyok ilyen, hogy, amikor látsz egy jó filmet, vagy egy jó zenét hallasz, akkor azt nem küldött tovább az ismerősöknek. Na most, hogy, és annak még úgymond tétje sincsen, de amikor van egy vállalkozásod, csinálsz valamit, van egy szakmád, amiben elvileg te kurva jó vagy, és, és, és segítenél az embereknek, akkor, akkor nem mered neki kell mondani, hogy, mitől félsz, hogy a, a világ, tehát, hogy attól félsz, hogy esetleg valakinek segítesz, és, és neki ez jó lesz, és a világ egy jobb helyé válik ezáltal, vagy nem tudom. Tehát, hogy itt ez érdemes ezeket a dolgokat szerintem átgondolni mindenkinek, és, és lehet, hogy ez összességében meg is oldja a vállalkozással kapcsolatos problémáit. Hogyha meg nem, akkor meg a kurzust mindenképpen ajánlom. <laughs> igen, igen. Hát szokták mondani, hogy a jobbornak nem kell céger, de ez is hazugság. a legjobb hát a, <laughs> dolgok, a legjobb dolgokat is a világon reklámozzák. Hát, hogy, hogy ennyi, ennyi. Meg, meg a könyveknél mindig mondják, hogy a, 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 ne, a, ne a borítót nézd. Mindenki a borítót nézi. Tehát, bemész egy, 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 nem tudom, egy most nagyon akartam mondani egy, egy könyvesbolt neve. Egy libribe. Hát, fú, hál' Isten, Igen. Jó? Ezek szerint szoktam olvasni. Bemész egy libribe, hát nem, nem olvasod végig őket, hanem így megfogod, megnézed, hát ez biztos jó, és akkor majd otthon kiderül, hogy jó volt -e, de biztos nem azt veszed meg, ami, amiről még sose hallottál, és a borítója fús Hát igen, igen. Meg ugye a, ebben a szakmában hamar kiderül, hogyha a borító alatt semmi nincs. Az biztos. És aztán. De mindennél így van, hogy ha valami jó, akkor abból többször vásárolsz, többször igénybe veszed ezt a szolgáltatást, hanem akkor hiába volt jó borító, vége. Onnantól kezdve az annak vége. Igen. De gyakorlatilag az, hogyha valaki. Én azt úgy szoktam, hogyha valaki eljön hozzám edzeni, akkor, akkor egy picit próbálok úgy kommunikálni, hogy itt. Itt nem csak én vizsgázom, hanem egy kicsit ő is vizsgázik. Tehát, hogy mi, mi egymás előtt vizsgázunk, mert ha bejött valaki, akinek a jelenlétében rosszul érzed magad, őt nem biztos, hogy el kell vállalni. Tehát, hogy nem biztos, hogy a következő éveimet hetente kétszer vele el akarom tölteni. Ugyanúgy, hogyha ő van, ő van mondjuk velem így, hogy ennyire unszimpatikus vagyok neki valamilyen oknál fogva, akkor azért szerintem merni kell nemet mondani, mert hogyha az embernek azért van, van egy jó marketingje, akkor, akkor jön majd másik ember, aki, akinek a jelenlétében nem érzed magad tök rosszul. Hát igen, meg lehet, hogy van két ugyanolyan ember tényleg, akik szakmailag megegyeznek, de valamiért egyszerűen a kémia nem működik, akár ilyen szinten is, és akkor így nem fog menni a dolog. Persze, 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 és én ö, többször belefutottam ebbe, és próbáltam embereket hosszabb távon is ö, úgy vinni, vinni az úton, hogy ö, hogy nem nem volt meg, ö, meg az összhang, és ö, és nem, nem éreztem jól magam, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk tartottam aznap mondjuk hat edzést, és az volt a hatodik, akkor az első ötben nem fáradtam el közel sem annyira, mint abban az egy hatodikban. Mert egyszerűen az embernek ez zabálja az életenergiáját, és ráadásul nem érzed jól magad, és erre ebbe egy kicsit úgy... Még, még, úgy, még úgy jobban ráfordulsz, hogy ó, most jön az az óra, amikor én nem szoktam magam jól érezni, tehát ezt, ezt el kell engedni, tehát hogy elméletileg az ember azért lesz vállalkozó, meg azért lesz edző, meg mit tudom én, hogy azt csinálja végre, amit szeretne, tehát akkor tök jó lenne, hogyha ott a körülmények, meg minden tényleg úgy alakulna, hogy a szélek szeresse. Szoktam mondani, hogy nem edzőként nem illik kiégni, mert végre azt csinálod, amit szerettél volna mindig is, tehát és elvileg olyan körülményeket tudsz magadnak biztosítani, hogyha oda teszed magad, amilyeneket szeretnél. Amit mondjuk egy mondjuk egy ápoló nem tehet meg. Úgyhogy, úgyhogy ja, edzőként erre van lehetőség. A Fekete angyal megpróbálta. Ja, igen. <gül> 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 ő, ő, ő megpróbálta. <laughs> igen. Igen. Uh, igen. Na, még egy kérdés már ezzel kapcsolatban tartunk. hogy mi, mi azok annak, hogy így felhigult az edzői szakma? És uh, ugye nagyon sok edző van, és nagyon sok edzőnek mondott ember ebből él. És jól? Uh, mi, mi, miért lehet ez? Gondolod, hogy az, az edzői szakma ez felhigult, tehát valaha volt erős? Uh, volt. Én, az, én nem azt érzem, hogy, hogy, hogy rosszabb lett, hanem csak azt, hogy többen lettünk, de hasonlóan rossz a színvonal. Uh, én, Hát, uh, ugye ha Magyarországot nézzük, ugye ez a, az a klasszikusnak vett uh, edző, ez, ez így a 2000-es évek elejétől lett. Ja, de én most így a, úgy, hogy edző, én most így gondolkozok, vagy, tehát számomra ez azokat az embereket is jelenti, akik 50 éve ordítanak a medence mellett, mondjuk ugyanolyan baromságokat, hogy az elmúlt 50 évben ja. még. Tehát nem kifejezetten csak így a személy. Szerintem a régen a hogyha egy edzőteremben maradunk, akkor azok gyakorlatilag azok, a... azok lettek, akik egyébként valami testépítő versenyre készültek, és valamiből ezt fedezni kellett. Szerintem a Ö... ők voltak a személyjegyzők. Igen, igen, igen. Az, ma, ugye, ha más sportokat nézünk, az edzői szakma picit jobb lett, mert ha nem jön az eredmény, az edzőt küldik a picsába. Tehát most ma már így ma már inkább így van, és akkor sok nagy klub, meg sok csapat, akár évente vált edzőt, hogy hát, ha jobb lesz, hát, ha jobb lesz. Há, viszont, igen. igen viszont a, viszont, a, sima, úgymond személyedző, tényleg személyedző szakma, tehát ez az 1v1, és hát jó esetben már ott tartunk, hogy 1v1, ö, ö, olyan embereket hord el a hátán, meg olyan emberek élnek meg ebből, hogy ö, szinte bárki. És hogy, hogy miért lett az embereknek ekkora igény erre? Ö, azt gondolom, hogy ö, azt gondolom, hogy ö, gyakorlatilag ö, egyre többen veszik észre azt magukon, hogy ö, ha nem mozognak, az nekik nagyon rossz. Uh -huh. És ö, talán az, hogy egy, egy icipicit, ö, ahogy telnek az évek, mindentől függetlenül, de talán egy picit megyünk úgy nyugat irányába, talán csak azért is, mert egyre többen beszélnek ugye más nyelveket, egyre többen mennek el ide-oda, meg ugye a közösségi, a mé közösségi média, a filmek, stb. által talán egyre inkább távolodunk attól a régi, attól a régi képtől, amikor, nem kell különösebben mozogni, mert úgyis dolgozol, stb. Tehát, talán az embereknek ilyen szempontból felnyílik a szeme, és tényleg mást jelent az egészség. Sokkal igényesebbek szerintem ilyen szempontból. Tehát, én ezt gondolom, és pontosan ezért, tehát, szerintem régen személyedzőhöz csak a gazdag emberek jártak. Most meg el tudom mondani, hogy abszolút nem erről van szó. Felértékelődött ez a dolog, és olyan emberek is, akiknek személyedzőhöz járni egy jelentős kiadás, ők is azt mondják, hogy jó, nekem ez ér ennyit. Tehát mm -hmm. akkor én ezt, én ezt erre fogom, erre fogom elkötni is, és kicsit itt azt gondolom, hogy ez, ez, ez az edzőknek is valamelyest a sikere mert hogy erre rengeteg embert rá kellett vezetni. Mert amikor már eljön, és mondjuk leedz egy pár hetet, és, és érzi magán, hogy úristen, mennyivel jobban érzem magam. Hiszen a legtöbb ember nem erőemelő bajnok akar lenni, hanem egész egyszerűen csak, csak egy jobb életminőséget szeretne fájdalmakat eltüntetni, csökkenteni, szeretnének sokkal fittebbek lenni a hétköznapokban, úgy fölmenni egy emeletet, hogy nem fulladnak meg, stb. Tehát, hogy, és és Ja, meg persze az önbizalom. Tehát, hogy ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy, hogy már mint edzők, emberek nem felejtették el, hogy az edzés az mekkora önbizalmat tud adni egy embernek. Mekkorát tud rajta, mekkorát tud rajta lökni. Pont szerintem ezért van az, hogy általában ilyen 14-15 évesen kezdenek el nagyon sokan edzeni, mert ott, ott van az, hogy keresik a saját helyüket a világban, és kell egy kis plusz önbizalom, vagy jó jön legalábbis. Így van. Tehát akkor az a lényeg, hogy igazából az emberek igénylik a, az edzőket. Abszolút. Igen. Csak Igen. mindenkinek kommunikálnia kell, hogy megtalálja ki ki a párját. Igen. Tehát figyelj, hát én ezt is szoktam mondani, hogy hát mit, mit árulsz edzőként? Hosszabb és várhatóan jobb minőségben eltöltött életet, meg önbizalmat. Hát ez egy olyan cucc, ami gyakorlatilag mindenki, mindenkinek kell, mindenki két kézzel nyúl érte. Tehát és, és mondom, tehát uh, nem, nem, ez nem a gazdagoknak a, a játéka, hanem, uh, hanem ez tényleg rengeteget, hát nagyon sokféle ember jár hozzánk is, tehát ezt meg meg tudom mondani. Uh, nagyon sok embernek megér, megér, megéri ez úgymond ez a prémium szolgáltatás ezt az összeget. Uh, éppen ezért talán a repüléshez hasonlóan egyre kevésbé lesz uh, majd ez is egy ilyen keveseknek elérhető prémium szolgáltatása, hogy telnek az évek. Azt gondolom pont azt, hogy egyre, egyre több edző is van, egyre több jó edzőterem is van, és egyre több ember van, akinek erre van igénye. Úgyhogy ez egymás nélkül ezek nem is mennének. Úgyhogy Igen. én azt gondolom, hogy lehet jó edzőt találni, és érdemes is, és, és érdemes azt egyébként szerintem megtartani. Pont múltkor akartam egyébként ezt számolni, akartam egy ilyen nagy flexelős posztot csinálni, hogy hány emberrel dolgoztam már együtt, tudod. És hát nem sikerült, <laughs> mert rájöttem, hogy én nem dolgoztam együtt olyan végtelenül sok emberrel, pontosan ezért, mert azok, akikkel nagyjából elkezdek dolgozni, azok így maradnak. Tehát azokat a legritkább esetben hagyjuk abba valami miatt a, a közös munkát, és ez és ez legtöbbször, legtöbbször ez gyakorlatilag teljesen független a magától az edzéstől. Általában valamilyen, tudom én, családi, munka, uh -huh. stb. Ilyen, ilyen okok szoktak felmerülni, de, ez, de ezek ilyen tök, tök ritka esetek. Én azt gondolom, hogy ha valaki edzőként akar elhelyezkedni, hajlandó munkát tenni bele, hajlandó, hajlandó ezen dolgozni, fejleszteni magát, akkor gyakorlatilag ennek semmi akadálya nincsen. Tehát ma Magyarországon ebből szerintem nagyon szépen, nagyon jól meg lehet élni. Egész egyszerűen vállalkozóként kell gondolkodni, mert tehát ugye ez egy, ez egy, vállalkozás, tehát, és ennek vannak, vannak, sajátosságai. Tehát ennyi, ennyi szerintem a lényeg. Így van. Nagyon érdekes erre visszatérve, csak egy gyors kitérő. Ugye valaki tudja, valaki nem én, ugye Németországba érek, és itt a Bajor régióba, azért Németországnak egy ilyen, ilyen gazdagabb része. Uh, Mámos hatodik éve vagyok Németországban, és nulla személyedzővel találkoztam. Ez a érdekes. 2000 négyzetméteres franchise termek, uh, több városban is voltam, itt a régióban, és nulla személyedzővel találkoztam. Hm. És miért nincs? Igazából itt, itt azzal állították meg a, a személyedzőknek a szaporodását, hogy itt legalább három évet betelik, és azt hiszem tízezer eurótban, mire személyedző leszel. Három lépésben kell elvégezni a személyedző tanfolyamot, és a harmadiknak a végén szólhatsz hozzá egy emberhez. Óriási. Tök jó. Aha, aha és érdekes, és nincs egység. Tehát nem, egyszerűen Aha. nem. Olyannal már beszéltem, aki elvégezte az egyes lépcsőt. Aha. Uh, és mit mondott, milyen volt? Hát sima anatómia, azt hiszem valami 500 eurót fizetett érte, általános anatómia, és vislát ennyi. Uh -huh. És akkor így épül egymásra, és akkor a vége az drága, az azt hiszem 4000 euró, és akkor ott volt egy ilyen részletesebb edzésen, hogy pontosan mit tanítanak, nem tudom, mert még én sem beszéltem egyesre. Hát figyelj, de az is lehet, hogy ott a végén ők ténylegesen kapnak valamit. Mert ugye hát itt a legtöbb személyedzősuliban úliban hát a pont az a szörnyű, hogy, hogy valaki elvégzi, és azt gondolja, hogy ő, ő majd utána tudni fog valamit. És én, ahogy rengeteg emberrel beszéltem már, és azt vettem észre, hogy legtöbben nem tudnak igazából semmit ezeken a képzéseken meg, sőt, aki már mondjuk edzett egy pár évet, pont most beszéltem az egyik, az egyik kliensemmel, hogy, hogy ő, ő, volt ilyen suliba, és hogy rengeteg olyan osztálytársa volt, aki még soha nem voltam úgy edzőterembe, úgy jelentkezett ebbe a személyedző suliba. Aha. És ez így, így, gondolkodtam, hogy amúgy basszus, hogyha nem tudom, mondjuk egy másik szakmát nézni, nem tudom, mit tudom én, a péket, akkor lehet, hogy én még életemben nem sütöttem egy kenyeret, és elmennék, nem tudom, egy ilyen, ilyen pégsúlyba. Tehát, hogy lehet, hogy ez tényleg csak így nekünk tűnik fel, hogy itt valami nem kóser, hogy valaki úgy lesz személyedző, hogy még nem, még nem edzett életében. És pont ez a srác mondta, hogy igazából nem rendelkezett nagy tudással, de hogy csak annyi, hogy pár évet edzett. És ez már pont elég volt arra, hogy az oktatók egy csomószor tőlek érdezgettek. Aha. Hát, általában egy ilyen személyedző suli szerintem pontosan úgy néz ki, hogy van valaki a tetején, aki felépíti gyakorlatilag ezt a, ezt a sulit, megszerzi a hozzá szükséges engedélyeket, keres, keres egy-két olyan embert, aki mondjuk edzőként nem igazán tudott érvényesülni, mert mondjuk vagy a szakmai része, vagy a vállalkozás része, nem tudom, nem ment neki, és akkor dolgozzál oktatóként ebbe a suliba, és és akkor képzik itt ezeket a srácokat. Szerintem itt kicsit mindenki áldozat az iskola tulajdonosát kivéve. Én ezt valahogy tudom ja, elképzelni. Ah. Hát igen, igen. Meg ahogy mondod, hogyha még soha nem sütöttél zsömlét vagy kenyeret, azt megcsinálod. Igen, ám csak, hogy a szara kenyér, azt kidobod. Ha kibaszol valakivel egy életre, azt már annyira nem. Hát, hogy... hát, igen, igen. És, és ez, egy, ez egy nagyon szomorú történet, ezt, ezt rengeteg látom, főleg itt beszéltük, hogy az erőemelés mennyire effektívek ezek a, ezek a gyakorlatok, és ahogy ez így betört, és tényleg rengetegen akarnak ezzel foglalkozni, rengetegen akarnak ebből élni, és, és látod, hogy, hogy nem hogy azok a srácok, akiket, akikkel foglalkoznak, nem hogy azok nem tudnak jól mozogni, hanem maga edző, bácsi, néni is olyan szerencsétlenül Google, azt se tudja, hogy van neki olyan, hogy medencéje, meg semmi. Tehát, hogy egyszerűen ránézel és fájdalmas. És rengetegszer van az, ez is egy ilyen fura dolog, hogy rámírnak, hogy nézzem meg a mozgásaikat. És akkor így visszakérdezek, hogy de figyelj, látom, hogy van edződő, nem nézte meg őket? Hát, de megnézte, de azért, azért lássa már több ember is, tudod. És megnézed, és akkor ú, hát, ez, hát, ezek nem jók. De hát de most kinek a dolga ez, meg kinek a, kinek a felelőssége, meg hogy rengetegszer látom, kiírják edzők, hogy, hogy valaki megint ráírt a tanítványukra. Mert így el akarja őket lopni, tudod. És akkor mindig nézem, hogy lehet, hogy ez is úgy történt, mint ahogy velem mindig történik, hogy, hogy rám írnak emberek, hogy nézzem már meg ezt a videót, meg azt a videót, és akkor megnézem, és megkérdezem, hogy neked van edződ? Van, hát akkor lehet, hogy vele kéne ezt, ezt egyeztetni, de lehet, hogy ez már pont elég ahhoz, hogy besértődjenek, nem? Nem uh, tudom. Uh, hát... Igen, én, én hogyha. Ez, ezzel megmaradtam, hogy nem adok uh, tanácsot, ha nem kérdeznek. Általában mindenki uh, zokon veszi, úgyhogy uh, úgy, nem. Ha megkérdeznek, akkor szívesen uh, segítek, uh, ha nem kérdeznek meg, akkor nem. De pont ezt mondom, hogy uh, ha már megkérdeztek, még, még akkor is lehetsz bunkó a végén. <laughs> tudod, jó, hogy igen, ja? igen, igen, igen. hát, uh, ja, Meg kicsit tudod, mit vettem észre, hogy mikor valaki megkérdezi, hogy ezt néz meg, Nézd, nézd, meg ezt a googolást, hogy valamit, megnézed, és, és gyakorlatilag csak egy választ hajlandók elfogadni, az az, hogy ez kurva jó. Ha mást mondasz, akkor, akkor te ehhez nem is értesz annyira. A vitába szállnak a... Ja, 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 akkor rohagy meg. Nekem nem, tudtam, Hogy, tudtam, hogy nem értesz hozzá. nekem nem így mondta az edzőm, anyát. Ja, 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 ja. Ó, hát igen. Ja, ja. Jó, hát... Uh, uh... Azért ezt azért azt le kell szögezni, hogyha erőemelő versenyzőkről beszélünk, nagyon kevés igazi versenyző lesz. Tehát aki, aki egy-két évet elversenyezget, és mikor tényleg jönnének a komolyabb ráfordítások, nyilván amiről beszéltünk a regeneráció kajáról különben, ez mind pénzbe kerül. Persze. Aztán, aztán nem elég, hogy... Ö, ö, tehetségesnek kell, hogy még legyen egy edződ, meg még menedzseld úgy az életedet, vagy mint vállalkozó, vagy mint alkalmazott, hogy meg tud keresni azt a pénzt, hogy te tud finanszírozni azt, hogy te erőemelő lehess. Persze, Ö, meg közben, közben ugye folyamatosan időt is vesztesz, ami által ugye megint pénzt vesztesz, tehát hogy itt azért igen, nagyon igen, sok igen. dolog így, így találkozik. Tehát, hogy egy jó erőemelő, hogyha így önmaga építi fel a, a karrierjét, ő, ő, nem biztos, hogy csak azt fogja tudni neked mondani, hogy hát kovó 5 8 és akkor te a bika világon, hanem, hanem itt igen, igen hogyha, hogyha azt veszik alapul, hogy a sport ö, megtanít az életre, ez, szokták ezt mondani, ö, fogalmazhatunk úgy is, hogy igaz, mert nagyon sok mindent meg kell tenned azért, hogy tud biztosítani a saját körülményeidet, az eredményes sikeres versenyzéshez ebbe segíthet a sport nagyon, hogy ezt az önbizalmat, meg ezt a akaraterőt megadja ez. Az biztos. Igen. Biztos. Hát igen, kicsit olyan ez, hogy rengeteg embert be lehet vonzani az erőemelésbe, meg tehát rengeteg felnőtt ember van, vagy ilyen 20 éves, Akinek, akinek, nem volt meg az az élménye kisebb korában, hogy ő, hogy ő sportoló volt, hogy őt elvitték ilyen versenyre, olyan versenyre, hogy ő, hogy ő fölvette, nem tudom, a címeres melegítőt, stb. Tehát, hogy így irigykedve nézte kicsit ezeket a srácokat, és, és az erőemelés az meg lehet egy olyan dolog, hogy, hogy viszonylag hamar el tudsz menni benne versenyezni. Ugye. Aztán az, hogy ezek milyen versenyek, meg hogy hol vannak a, a szintek, ugye arról már beszéltünk az előzőben, az, az, az megint egy más kérdés, de az, de ez, hogy rengeteg embernek ezt így, így mond, csaviként ezt így be lehet dobni, de az a helyzet, hogy a magas szint, az itt is magasan van, a, a, valódi magas szint, és, 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 ahogy beszéltük, egyre, egyre magasabban, hasonlóan, mint, a, mint szinte az összes többi sportnál. Így van, így van, így van. Rendben. Megbeszéltünk mindent. Megint elúrt egy-két óra. Jó. Hát akkor ezt megint csak az igazán igazán ráérő és elhivatott emberek fogják meghallgatni. Jó, köszönöm szépen megint a lehetőséget. Nagyon aztán köszönöm, hogy eljöttél. Aztán, hogyha van rá kereslet, akkor majd jövünk. <laughs> igen, egy, egy legendás harmadik része, majd majd igen. akkor visszatérünk. <laughs> Trilógia. Jó. Igen, 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 igen. Jó, nagyon köszönjük Jó. akkor a figyelmet mindenkinek. Jani még az elérhetőségeidet, hogyha bemondod, de majd úgy is beteszem ide a, alulra, mindenhova. Jó, főként Instagramon tudtak elérni, vagy megtalálni, Nagyjani Powerlifting nevezetű Instagram oldalon a ruházatot és a felszereléseket pedig az vagy, vagy, az én Instagramomon, vagy, vagy akár Facebookon, Nagy János Rajmú néven futok a Facebookon, és az Instagramja pedig All Time .pv -e. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük szépen, hogy végighallgattátok, és mindenkinek minden jót. Sziasztok! Sziasztok!